Szeretettel üdvözlök mindenkit a Sekiro Shadows Die Twice című játék következő epizódjában. Mai epizódban a Guardian népre fogunk rámenni. Tegnap filmeztünk még éjszaka, tegnap is játszottunk a Sekiroval, ezt majd a vodnézők valószínűleg így egy kicsit eltolódva fogják majd látni, mert holnap fog még majd a tegnapi dupla epizód második epizódja kimenni a YouTube-ra. Úgyhogy ez a rész pedig azt követően kedden lesz csak fent, és lehet, hogy szerdán, mert ott majd berakunk egy váltást megint. Szia Laszati, szia mindenkinek, aki most érkezik. Szóval tegnap még filmeztünk a dupla epizód után, és Iván beválasztott egy 3 órás filmet, és már a vodokat megvágtam, még volt egy 40 percem, mondom, mi a szart kezdjek magammal, mire végig ér a film. Már régen mentem volna aludni nyilván, már reggel nem tudom, 5 óra is elmúlt, és farmoltam egy kicsit azon a részen, amit az előbb láttunk, hogy meglegyen a skillünk. Tudjátok, hogy melyik skill a skillsben, nem tudom, hogy itt fogja elmutatni, de az, amelyik egy kicsit rátol a healing potenciájára a potiainknak, és az 5 pontba került, úgyhogy hát egy fél órát el voltam vele, meg volt egy ilyen egypontos skill ott a ninjutsuban, hogy nagyobb posture damage, nagyobb ilyesmi, ezeket még kiszedtem, de összességében ez nem egy nagy előrehaladás, hiszen itt is, tehát a játékon belül előre haladva teljesen szimplán össze lehetett volna ezeket gyűjteni, úgyhogy a hard mód én azt gondolom, hogy ezeket igényli. És mivel összeszedtem vagy 4000 zsetont, a kilapítéti templomnál volt egy vendor, aki szerintem mostanság költözhetett oda, és adott nekünk egy tök magot, úgyhogy most már emiatt nem 6, hanem 7 darab healing tökkel rendelkezünk, és azok többet is healelnek rajtunk. Ezen kívül ugye beraktam az új protéziseket, és felkészültem erre a harcra, ami remélhetőleg nem lesz annyira brutális, meglátjuk. Figyeljetek, ott van a boss szemben, ott ücsörög, és mindjárt beveri a pofámat körülbelül, szerintem egy olyan 48-szor. Na nézzük! És ha innen mész rá felülre, innen rá tudsz nyomni amúgy? Hát van erre... Van erre módszer, hogy fentről támad meg? Azt a büdös mindeni. Az komoly volt. Erre nem emlékeztem, hogy tudja ilyet csinálni. És bepukizik és kapsz egy poison. Aha. Jó, erre fel kell készülni legközelebb. Szia Venka, hogy vagy? Mi a helyzet? Szia Gabcsik, ciao ciao. Eltalált. Nagyon szép a healing érték. Most kapja, gyönyörűen kapja, majd elmenekül. Már gyógyszerezett, rosszul vagy? Ne oda fel! Ezt a fát, az ki is vitte. Eddig nagyon szépen haladunk amúgy. Poison megint. Ez megint fájt neki. Mi látom, hogy itt... Ez nagyon-nagyon jó. Menj már, nagyon jól megyünk. Mi lenne, ha begyújtanám? Fél HP alatt megváltozik a mozdulatsor. Illetve, hogy most más csinált. Ne. Ó, basszus. Oké, semmi baj. Egy halál. De felé lettünk. Nyomunk egy potit. 2 potit még mindig van. Komoly. Nyomjuk a HP damage-et rá. Kicsi eltalált. Nagyon fáj ez neki most. Gyönyörű. Begyújtsam. És felkapott megint? Az fel. Jó. De ez szerintem első tryra. Szerintem első tryra ez gyönyörű volt. Kicsit hangos a játszás, lejjebb is vettem a hangerejét, hiszen ordít ez a vadállat, meg közben toporzékol. Meghaltunk, de már jobban vagyunk. Nézzük, hogy talán másodszorra jobb lesz-e. Eddig nem használtunk ellene tüzet, de én úgy tervezem, hogy azt szerintem be fogjuk iktatni, hogy egy kicsit rásegítsünk a damagénkra. És csak és akkor így rámész, és elkaphatod. Hát van ilyen, hogy hátba vered, nem?
Nem tudom még, hogy van-e ilyen, hogy megüthetjük-e esetleg. Rögtön a puki, nem raktam be sajna a antidótot, pedig be kellett volna tennem. Nemre várj! Ó, a francba, rossz helyen voltam. Ezt lehet, hogy ugrani kell? Aha, és a poison vitt el végül, mert még lett volna egy darab HP-m. Hát ez kellemetlen. Ez most egy sokkal rosszabb try, mint az első. De lesz ebből még, nyugi. Lesz itt még alkalom. A second phase, amit lehetett látni nála, egyébként egy HP-ja van. Aha, és ilyenkor még egyet rányom. Second phase-nél volt egy ilyen változás. Aha, ilyenkor kapja, látod, és egy kicsit rosszul van, és hogyha eleget ütsz bele, akkor hátrébb szalad, megpróbál elmenekülni onnan, ahol bántod őt. Próbáljunk meg egy tizet rá. Nem jó. Ajjajjaj. Francba. Mekkorát repültem. Lehet, hogy repkedés közben lehet meg grappling hookot használni amúgy. Szia Blade, hogy vagy, mi a helyzet? Jó estét kívánok. Ilyenkor hiszti jön? Aha, hiszti jön, de ki lehet védeni. Ne dob fel még egyszer a francba. Hát nem éppen egyszerű. Torok és mandula gyulladásod van? Istenem. Hát gyógyulj meg. Minél hamarabb, és reméljük, hogy nem lesz ettől rosszabb már. Én vagyok a hisztis majom. De hogy lennék már hisztis majom? Miért mondasz ilyet? Szerintem lehet, hogy rá lehet. Ki lehet játszani valahogy, hogy így. Aha, nem, mert benn vagy az arénában is, ilyenkor már azonnal tudja, hogy mit csinálsz. Lehet, hogy az elején kellene begyújtanom? Vagy inkább koncentráljak a második fázisra? Kicsit szarban vagyok. Kicsit nagyon szarban voltam. Nem szabad ide menni. Meg kell próbálnunk kihúzni onnan. Nem én, hanem az a fehér valami? Az a pokol szülöttje. Rá lehet húzni magad, nézd? Aha, és van olyanom, hogy támadunk izéből. Grappling hookból. Várjál! A francba. Semmi baj. Én így szoktam szállni. Hát nincs éppen egyszerű dolgunk ezzel az állattal. Nem mondom, de szépen kitanuljuk őt is, mint ahogy kitanultuk tegnap a shotgun ment, meg a mindenkit is. Szerintem meg tudjuk csinálni még ma, bőven. Az első fázis alapján úgy érzem, hogy minden esélyem megvan erre. Ha itt leugrunk, akkor sebződünk. Hát akkor meg kell próbálni mondjuk, hogy nem leugrani itt talán. Ne várj! A francba! Azonnali szívás következik. Kettő poti eltolással. Mit csinálsz ilyenkor? Hova ugrott fel? Ne, várjál már! De... Ó, jó Isten! Annyira hirtelen történik, és annyira kiszámíthatatlan a majom mozdulata. Firecracker lenne jobb? Lehet, hogy az is jó ellene. Igen, ki tudja. Nem tudom, hogy melyik a jó még ellene. Még csak most próbáltuk meg negyedszerre kb. Ugorj fel! Na, az ugrás! Az ugrás segít! Most fogja kapni szerintem mindjárt. Most én kaptam. Ha eleget damagélsz bele. Bár ugrás, nem sikerült, az ugrás, halottak vagyunk. Hajnali 3 még odébb van. Hát az igaz. Addig még meg lehet mindent csinálni. Mit csináltatok, ma meséljetek? Mindenkivel jó volt minden? Jó, hogy ráhíleltem, különben most ütött volna szarra. Ugorj! Ez az. És akkor ilyenkor ugrásból kell, már látom. Tehát amikor benyomja az elkapó mozdulatot, akkor ráugrasz, és utána fogod ütögetni. Most például, és csak. Grappling hookos támadás. Ugrás. Aha, ez lesz az. Ezt így kell csinálni, most jöttem rá. Nem. Mellém esett, meghaltam. Jól van. Ez a majom a hétfői munkanapokra emlékeztet? Hogy így... Elipszilos éve? Aztán... Oké, jó volt. Hogy felkap és összezúz, és aztán ráteszi a seggét az arcodra, fingik kettőt, és még tele is fossa a szádat. És aztán végül nem tudod eldönteni. Hopp, várjál, azaz. Nem tudod eldönteni, hogy miért is keltél fel azon a reggelen. Szép.
őrület tisztikben van. Jó volt. Hát ilyenkor is van egy támadó mozdulat. Jó volt. Ez nem volt jó. Menjünk fentebb egy kicsivel és posztsal regeneráljunk. Nem jó? Ú, de jó, hogy beleakadt a fába azt a mindenit. De nagy mák volt. Gyere, 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 ne pofázzál, gyere. Ő is hátra megy a csapása után. Annyira ügyesen csinálták meg ezt a majom. Azt a bűdös mindenit neki. Ahogy mozog ez a majom. Rendkívül jó. Tehát el tudod képzelni, pontosan... Jézusom! Stunlockba rakott. Pontosan így küzdene valószínűleg egy ilyen állat ellened, nem? Eszembe jutott ez a történet arról a nőről, édes Istenem, akit egy csimpánz támadott meg, és hogy azóta is ugye viseli ennek a szörnyűséges, tényleg pokoli jeleit a testén. Egy igazi horror story volt, igazi horror story, hogy az ember általában ugye azt gondolja, hogy ezektől az állatoktól nem kell félni, meg hogy majom, meg minden. De egyszerűen meggajdult a csimpánz, és hogy oké, hogy volt 60 kiló összesen, de az 60 kiló színizom csimpánz volt. Széttépte konkrétan. Széttépte, leharapta a karjait, meg mindent, de brutális, az arcát elismerhetetlenségig túfította el. Iszonyatos. Nem tudom, hogy mi volt ott a sztori, mert már nem tudnám felidézni, de tényleg hihetetlen durva. Szia Péti, ma hogy vagy, mi a helyzet? És hogyha most rányomsz egy ilyen tüzet, és még egyet, az nagyon jó az a tűz, nézd, lángol és közben sebződik, és te is nyomhatod rá. Na ez volt az első ilyen értelmes megmozdulás, ami után folytatjuk is a damagét bele. Ez gyönyörű. Nagyon-nagyon szép. Hoppá! Úristen! Na ilyen mozdulatot még nem láttunk tőle. Ilyet még nem sikerült eddig megfigyelni nála. Lehet, hogy a tűzzel kellene még mahinálnom tovább. Hogy hagyjuk, hogy ő támadjon és inkább deflekteljünk és térjünk ki. Goofy unlocked. Hát igen, az tényleg olyan. Attól tényleg van is mitől félni. Iszonyat kemények. És most megjön és rásebzel kettőt. Lehet, hogy itt tényleg ennyi a lényeg, hogy kifutni, befutni, amikor éppen látod a lehetőségét a támadásnak, akkor kell megpróbálnod. Ugrik, látod, és most megint itt van a lehetőség, hogy rászúrj kettőt, hármat. A posztcserét már nem tudja helyre rázni, hiszen annyira mély a HP bárja, tehát annyira kevés HP-ja van neki jelenleg. Nézzük meg. Ez nagyon jó, még egy ilyet. Be is van gyújtva, és most sebezzük le. Lehet, hogy most megvan. Megvan, megvan, egyszer megvan. Szia Antal Bogály, jó pihenés neked, és köszönöm, hogy benéztél hozzánk ma este is. Megfogjuk az... pengét, ami testében volt már beleágyazva jó ideje, és ezzel a fejét le is vágtuk. Shinobi Execution. Hát nem megyek messzire. Fej nélkül is nyomja. Holy shit. Szia Bornam, hogy vagy, mi a helyzet? Ha és ilyenkor van egy ilyen beugrója. Nem tudom, hogy ez a fázis egyszerűbb, vagy az első a könnyebb. Itt vigyázni kell az ordítására, amit az előbb csinált. Ez jó volt. Ez nem volt jó. Egy potim van, azt most használom el. És az ennyi volt. Ennyi volt. Hát még éledni tudnék egyszer, de nem tudom, hogy minek. Hogyha itt folyamatosan benne alatta állok, az jó. Vigyázz, mert ordít. Ó, Isten. Az ordítása az meggyilkol. Mi lesz ebből? Szia Varvaik, de jó, hogy itt vagy. Hogy vagy, mi a helyzet? De rég nem láttalak. Remélem, hogy a francba most nyomtam el. Ez ennyi volt, nincs több tüzem. Remélem, hogy minden oké nálad mostanság, és nem tudom, nyomod-e még a kúrázást ilyenkor a téli hónapokra is tervezed-e esetleg. Ordít, halott vagyok a francba. Nem is, nincs is értelme szerintem feléledni.
De felfogok, gyakoroljuk a second phase, gyakoroljunk, aztán jó lesz. Egy idő után meg fogom tudni csinálni. Lehet, hogy posture-ből kell megcsinálni. Ez jó volt. Hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Aha. Ó, a francba. Össze-vissza veri. Jó, nem, ez nagyon szép try volt szerintem. Én nagyon örülök ennek, hogy sikerült átmennünk most már a phase 2-be. Nagyon szépen köszönöm neked pedig a 6 hónapra előre. Jézusom, most látom rendesen. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon rendes vagy, tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, és azért is, hogy csatornánk patronusa is vagy, meg minden. Figyelj, Varvaj, tudok neked olyan tartalmakat csinálni, amiket szeretsz egyébként, mert olyan keveset láttunk mostanság, hogy nem is tudom, hogy ezek a tartalmak, amik jelenleg futnak a csatornán, vagy hogy melyik lenne az, amire úgy érzed, hogy úgy szereted. Ez nekem fontos, hiszen te is nagymértékben hozzájárulsz ahhoz, hogy itt lehessen ez a csatorna minden este, és szeretnék olyan tartalmakat csinálni, amiket szeretsz te is. Vagy teljesen más játékokban utaznál eredetileg? Ez most megvert. Én szerintem a second phase-ben kellene használnunk inkább. Egyre jobb vagyok a kivédésében annak az ugró támadásnak. Hopp, ez a ez rossz volt most. Ez meg még szarabb volt, ezt megérdemeltem. Lehet, hogy deflektálnem kellene ezt a támadását. Remélem, vedd is minden tudázás nem áll meg, sőt, csak jobb, hűvösebb van. Ezen lehet védekezni, ne essen az első. HP, mert lemegy a poison, levisz. Oldalra, mert amikor rád borul az irdatlan nagy. Hát egy tököm van, és szart nem vertünk még bele. De nem baj, mert ez is a gyakorlás idejéhez hozzátesz. Nem elpocsékolt idő, egy rossz try sem. Minden egyes idő, amit egy bosszal töltesz, az később meghálálja magát. Ezt kapta. Ilyenkor ilyen az időablak, hogy sebezd. Ilyenkor elszalad, mindig közelebb kellene mennem hozzá. Ez nem volt jó. Ezt ilyenkor nem is lehet kivédeni szerintem. Elsőben gondolom mindened elázik, meg minden tiszta szar, aztán csúszkálsz meg ilyenek. És merre visz most az utad? Merre vannak azok a túra útvonalak, amik előtted állnak? Ne rám, szabd, olyan tartalmat gyártsa, amiket te szeretsz, én sok mindent megeszek, mostában össze-vissza voltam. Nagyon kedves tőled, és tényleg nagyon szépen köszönöm. Nagyon hálás vagyok, őszintén szólva, tényleg. Bakony! Esmegyei piros. Esmegyei piros az? Nem is tudom, hogy merre megy. Most ez nagyon szépen működik. Most öregen. Elkapjuk a kardot. Verjük a fejét. Nagyon szép, nagyon-nagyon szép volt. Szaladunk utána, mert ilyenkor messzire megy. Ugorj! Ez nagyon-nagyon jó volt. Megvolt a védés. Kicsit elkapott, erre már ráhílelnék. Ki onnan, mert eltalált. Erre megint rá kell healelnem. A francban. Pedig azt hittem, hogy védtem rá. Most csörregen. Mindjárt át fog vedleni phase 2-be. Ez már az szerintem. Ez már szerintem az lesz, amikor az újfajta mozdulatokkal fog ránk támadni. Hátra. Ez jó volt. Ugorj, gyere! Ez az. Nem jó, nem ezt a támadást vártam. Azt várom, amikor ugrik egyet, és akkor bevihetünk néhány csapásnak. Holy shit, de gyorsan jött most. Rossz volt az irányválasztásom. Ez az. Ilyenkor kellene begyújtanunk is amúgy. Teljesen elvesztette a target lockot, láttad? Ugorj! A francba!
Jó, nem baj, még van egy HP-m. El lehetne kapni? Nem. Hú haver. Azt a mindenit. Irdatlan kemény. Mondjuk nem használtam rá égetést, azt a second phase-re tervezném inkább hagyni. Hát, ha van rá lehetőségem. Azaz, az most nagyon jó. 5, 6, uki, poison, megérkezik, ez baj. Ide mindenképpen antidótot be kell szerelni, nem is értem, hogy miért nem tettem ezt még eddig. Szerintem most megnyeli, ez nagyon jó. Ugrás, az nagyon szép. Kapja, és... Egy HP-ja van már csak. Most komolyan? Egy HP-ja volt. Hogy kapott el a levegőben, láttad? Hát ez sajnálatos, sajnálatos. Sekirót még soha nem láttam, többi szóval játék közül a legtöbbet, igen, ez a DLC-n. Nem. Ez maga a Sekiro. Még talán az egyharmadánál járhatunk, én úgy sejtem. Hallottam, hogy Sekiro talán a legnehezebb. Másabb a harcrendszere is, amiatt gondolnám. Ceglét, kocsord és nagy körös, körös, tétlen meg áll mindenhol. Kocsordon tudod, hogy mi van? A fogarasi úr. És már lehet gyújtogatni, de nincs potim, nincs hílem, nincs semmim. Sokkal jobbnak érezném ezt alapvetően, hogy... Aha, tévedtem, nem érzem jónak. Nem. Karddal vív. Kifele. Ó, a francba, mennyi HP-mat letépte. Nem jó, elé szaladtam. Igazából nem talált el, de eltalált. Nem használom el a Resurrection-t, mert az később egy kritikál helyzetben talán jobb lenne, mint most. Most egyáltalán nem vagyunk olyan pozícióban, hogy azt eredményesen felhasználhassuk. Mindenképpen nehezebbnek gondolom ezt a játékot, mint a többi Souls-like-ot, és nem is igazán nevezném feltétlen Souls-like-nak, mivel nagyon hasonlít a rendszere, nagyon From Software, nagyon minden, de azért mégis más, hiszen itt parry alapú harc megy leginkább. Itt nem tudod meghatározni a karaktered build-jét. Mindenképpen egy karaktered van, egy típusú, és azzal kell tudnod megcsinálni a játékot. Ugyanazzal a pengével harcolsz, kb. Kisebb módosítások lehetnek esetleg rajta, de... De ennyi. Szia, első Isten, hogy vagy, mi a helyzet? Szia, Pável, jó estét kívánok! Aha, az komoly volt az a leülés. Ezt a mozdulatát láttuk már egyébként, mert én erre nem is emlékszem, hogy ilyet csinált volna. Felugrik és segre ül. Most kapja. Ilyenkor kellene begyújtanom. Igazából mindegy, hogy mikor gyújtom be. Nem tudott elmenni ott a fal mellett. Vigyázzunk, ez jó. Ez még nem a second phase, hogy egy ilyen mozdulatot csináljon, mint amit most csinált. De várjál, lehet, hogy felülről így néz ki, csak én mindig alulról látom inkább ezt. Hallod, mellém dobta, de benyeltem. Jó, hogy a poison-t nem kaptuk meg. Ez szar volt, nagyon rosszul jött ki. Földön folyamat nyomja. Egy kis gyújtás érkezik rá. Ez a gyújtás most nem jó neked? Dehogy nem jó. És elkapott, és vége. Csak úgy elszállok. Rá kell venni, el kell kapni, nem sikerült. Milyen hisztit lerendeznem? Mondjuk, hogy engem is egy katonával akarnának verdesni, lehet, hogy én is behisztiznék tőle. Fél HP alatt csinálja ezt, ezeket a mozdulatait, ezek teljesen újak, ugye? 3 HP van még, élesztésünk már ebben a körben nem lesz. Szia Pável, csáó csáó. Jó volt a kitérés, kiszadás. Ugrás. Jó volt a védés. Na még egy védés,
És... E-két szúrás. Benyeltünk most valamit, de ő is kapott, lehetett látni, hogy megtorpant egy pillanatra. Oké. Érthető. Én nagyon kíváncsi lennék. Aha, és ezt ki lehet védeni. Az jó. Az jó. Ezt most már akkor tudjuk, hogy perrizni kell a domását. Kíváncsi lennék, hogy Venka mikor kezd neki ennek a játéknak. Annyira élném, ahogy nyomja és felfedezi ennek a játéknak a harcrendszerét, nehézségeit és adott esetben könnyűségeit is. Puki után kiszaladunk. Utolsó HP-m sajnos elment. Ez jó volt. Nagyon szép vérés. Menjen egy stance visszaállítás. Ítérés. Szaladgálás. Szevasz Iván, az előbb azt hiszem láttalak. Ugrás. Nagyon jó. Úristen. Úristen. Pont rosszkor. Pont rosszkor, pont rossz helyen voltam. Nincs is értelme is, nem is lehet itt éledni. Hogy vagy esőisten, mesélj, milyen a hétvégéd. Remélem nem dolgoztál túl sokat. Kocsordon, az igen. Infobroker. És még kevesebb esélyem van az Unseen-re, hogy beüssön, hogy visszakapjuk az XP-t, amikor meghalnánk. Ez egy apró kis segítség a játékosnak, de... Rágyújtok kétszer? Aha, hogyha kétszer rágyújtasz már az elején. Akkor valamennyi damagét bele lehet itt vinni. Ilyen sunyin ment, nem? Ilyen félvállasai nézett át a válla fölött. Opa, opa. Jó volt a védés. Irdatlan agresszív, rohadt nehéz vele küzdeni. De nagyon látványos is, nem tudom, hogy ti milyennek látjátok ezt a harcot. Szerintem mocskos jó. Most nyomjassuk neki azaz. Tense helyreállítás. Ossa regeneráció. Ez nagyon jónak néz ki ez a try. Hogyha fel tudnék rá menni valahogy, nem tudok rá, mert ott volt egy gyökér sajna. Most fog felugrani és megdobni, ugye? Nem? Úgy döntött, hogy inkább közelebb jön. Milyen durvia, hogy odaüt és aztán bizalmatlanul, vagy teljesen izébe hátra moccan. Hát, hogy így ilyen hitendránokat csinál, ugye? Irdatlan kemény. Hiszti hátra. Francba. Ugrás. Jó lesz. Ez tetszik. Ó, a puki. A francba. Na, szóljatok léci, hogyha meghalnék, hogy legyen már be ugyan a antidótot, hogy ezek a poisonok esetleg lejöjjenek rólunk, mert ez folyamatosan rajtad van, és nagyon-nagyon kellemetlenségeket okoz. Most megnyeltek gyönyörűen. Fél HP alatt van, ez már a second phase, ha úgy vesszük. Igen, úgy van, ahogy mondod, az be is kellene tenni, az antipuki szuri. Muszáj healenem, mert levette a poison a HP-mat. Gyázat, könnyen fordul. Tüske van a talpában, nézd azt a nagy katanát, ami átszúrta a nyakát. Az egy igen nagy tüske. Azért ilyen ne legyen senkinek a talpában. Nyakában, se semmiében. Hátra, a francba. Ilyenkor a karja, az pont elér, hogyha ki akarsz hátrálni. Ugorj! Jó volt. Ez mi volt ez? Mi a fene volt ez a támadása? Fura kutya mi? Igen erős sajnos. De nem baj, mert megcsinálom. Kuki, megint jön a poison, itt kettőt is el kellett volna használni az antidote-ból. És ilyenkor már hiába nyomja, ilyenkor már nekem nem számít. Posture regeneráció következik. Kicsit fájt a fejem, jó leves rendbe tett. Házi munka gyárépítés Satisfactory-ban. Nézed, ahogy hisztizik a nagy majom? Hát ez gusztustalan mód hisztizik. Majom így még nem hisztizett, az biztos. Ú, és ezt nem lehetett átugrani. Aha. Közel van a halálához amúgy. Na most lesz a jó. Tévedtem, nem volt jó. Hol vannak a ráugró támadások vajon? Miért nem jönnek? Lehet, hogy most van meg.
Egy potin még megvan second phase-re. Ilyenkor távolabbra megy. Beugrik. Te már nyomhatod a damage-et bele. Nem kell már neki sok. Kettő. Utolsó. Ugye nem azt akarod? Francba. Ugye nem azt akarod mondani? Jézusom! Hát ez írdatlan volt. Szia Zsolesz. Hát ezt nagyon sajnáltam. Na és ezzel a tengével, ami átszúrta a testét, rögtön el is intéztük az első fázist. Ilyenkor volna időm, hogy betegyek ide egy antidote pelletet? Antidote powder van 37 darab nálam. Aha, és a pelletből, hogyha elhasználnék egyet most. Ugye itt ilyenkor mindig visszaéled. Poison rajtam van még? Nem, most a pellet van rajtam. Mondjuk nem értem, nem meghaltál? Arról szól a játék, hogy megkaptuk a sárkány örökségének vércseppjét. A sárkány halhatatlan. És ő egy kisfiú testében lakozik. És legalábbis annak a sárkánynak a vérvonalát erősíti a királyi család sarja. És megkaptuk az ő vérét, amikor, mivel mi vagyunk a shinobia, mi vagyunk az ő testőre. Ezért, amikor megölt minket Genichiro, aki el akarta rabolni a gyereket, mi ott alul maradtunk a küzdelemben. Orbit. És a kisrác az azt hiszem megmentett minket, vagy valami ilyesmi ezzel a dologgal. Pontosan nem tudom, hogy... Hopp, szar helyen vagyok nagyon. Ellet használt jön? Ellet használt ezt ebből, igen. Ilyen messzire el tud jönni, nem? Fordítsál. Be tudom gyújtani? De nem elhasznál még egy a francba. Akkor mit csinál? Wow. Ne ordíts! Jézusom! És visszamész. Ha az a lila bár megtelik, akkor halott vagy. Most hogyan támadott? Mi ez te? Jézusom! Oké, még egyszer. Nem éredek fel, nem. Nem pocsékolunk semmit. Inkább megpróbáljuk újra. Ha meg a piros bár elfogy, akkor is halott vagy. Igen, itt nagyon sok minden meg tud gyilkolni ebben a fightban. Leginkább a majom, ugye. És megkaptuk ennek a gyereknek a vérét, és annak segítségével nem halunk meg. Tehát amikor meghalnál, akkor visszajössz az életbe. Egyébként ez nagyon hasonlít, van egy ilyen anime is, ami ilyen sztorit visz. Ellet használatot fogok most erőltetni egy kicsit, mert van vagy 50 belőle nálam, és eddig nem nagyon erőltettük azt. Úgyhogy onnan támadtál most. Lehet, hogy ilyen kimegyek, bemegyek, én is hitelen run taktikát fogok alkalmazni, lehet, hogy jobban megérni. Most kajak el tudod találni még onnan? Még meg kell néznünk, hogy hány támadás lesz neki az, ami megakasztja. Van egy ilyen rejtett számlálónak nevezném inkább. Aszta, oké. Jó, ez erős volt kisé. Talán ez tényleg túl durva volt. Hát, hogy hány támadás kell ahhoz, hogy elengedje egy kicsit, megtorpanjon, azt mondja, hogy jó, megállok, verje nyugodtan. Ez most komoly? Hát Jézusom. Én sem tudom, melyik csík micsoda. Szeretnétek, hogyha elmagyaráznám? Felül van a piros, vagy alul van a piros a HP bár, és lila és zöld státuszbárok jelenhetnek meg, gauge-ek, más néven középen. Amikor poison-t akar rátpakolni, akkor zöld jelenik meg, és elkezd felfelé menni. Amikor a bár megtelik, akkor megkapod a poison státuszt, tehát mérgezett állapotba kerülsz, és folyamatosan esik le az életpontod. A másik az a lila, annak még nem tudom, mi a neve, de az valami átokszerű dolog, a Dark Souls-ból ismerhető, ami, hogyha betelik, akkor mindenképpen meghaltál, ennyi volt. Szóval ezek a csíkok azok, amikre figyelni kell. Van olyan, hogy posture a játékban, amit látni fogsz. A posture az fent jelenik meg, látod a fején, az neki a harcművészeti stílusához tartozó alappozíció, a beállás, amiből intézi a támadásait, amiből indítja a támadásokat, amiben védekezik. Ezt hívják posture bárnak.
ami nekem most nagyon lement, látod? Ami nekem most mocskos mód lement. Úristen. Középen megjelenő vastag csík, az az én posztcsarbárom, és az enemy, az alsó az enyém. Hogyha az a csík megtelik, akkor staggerbe rak a mob. Hogyha az övé telik meg, akkor egy rés nyílik a védelmén, és rögtön tudok rá sebezni. Csak ebben a fightban ő nem úgy működik, hogy neki az meg fog telni. Nem tudom, hogy hogy lehetne a staggert rá rakni teljesen. Mi kell ahhoz, hogy őt staggerbe lehessen verni? Mert ez tipik egy olyan mob, egy olyan boss, amit leginkább... de nagyot megy. Jó. Leginkább HP-ból sebzek le. Szerintem mindig is HP-ból sebeztem amúgy le. De vannak olyan vadállatok, akik azt mondják, hogy jó, akkor most játszunk olyat, hogy only parry run, és akkor parryzésből oldod meg. És akkor a stagger bárja, hogyha felmegy eléggé, akkor utána benyomhatod a killing blow-t. De hát ez a dolog. Most használjunk egy antidote powder. Jó volt. Kicsit közel jött hozzánk. Ez jó, mert most védettek vagyunk a poison-nel szemben. Szóval, mit kezdtem el mondani? Koncentrálnom kellene, ahelyett, hogy magyarázok biztosan. Most kapja. Menekül. Nem biztos, hogy jó sarokba szorítani őt. Nincs spearem szerintem még amúgy. Ide küldtél Irengar, te tudod, hogy mi van. Ez gyönyörű, mert most nem teljesen vágja, hogy hol vagyok. Mondjuk ezt most én sem tudtam belevinni rendesen. Wow. Szerencsém volt. Hát nem mondom, nagyon kapom. Busztustalan mód erős. A hajs ilyenkor el is kap és vége. Engedi, hogy sebezzük egy kicsit. Ne többeket majd gyújtanom. Most van 33% HP-n a phase 1-ben, de hát az első fázisban eleve szerintem nem is lenne szabad nagyon potikat használnom, legalábbis nem olyan mértékben, mint most lehet ezt látni, hogy égetem mind a 7 darabot elhasználtam, vagyis hogy még 2 van a 7-ből, 5 darabot már elhasználtam belőle, ez nagyon sok, ez túl sok. Ó, és az utolsóba, a jobbra fekvésébe szaladtam még bele. Erre ráhílelünk posture, regeneráció is mehet. Látod, és most kiütött és staggerölt engem, de kidodzsoltam belőle. Hátra. Meg kell várni, amíg ütheted. Hátra mész. Azt a mindenit mit nyomott. Hát elmentek a potiaink. Már lehetne spearem? Elhagytuk valahol? Lehet? A second phase-ben lehet, hogy a begyújtásán ügyködnék inkább. Egy csapás talán. Kettő. Jó. Hát nincs HP-nk, de van egy éledésem. Nagyon-nagyon durván tolja a damage-et így a hard módnak köszönhetően, és ilyenkor nyilván itt vagy, és hogy vársz, nem tudsz mit tenni vele. Pelletet elhasználhatunk, hogy egy kicsit többet lássunk majd a second phase-ből. Nem tudom, hogy mire lesz ez jó. Spear. De van Lurnit spearem, aha. Közt fel kellene fejlesztenünk. Aha. Jó, te vagy az. Jó. Azt hittem, hogy ordítani fog, kiszaladtam, és rögtön karddal retaliált erre. Meghalunk, nem kezdjük ezt most újra, mert meg szeretnék őrizni egy második éledési lehetőséget. Ugye mi is most már ott tartunk, hogy háromszor is fel tudunk kelni esetleg egy harcon belül. Ez most ott balra alul a kis rózsaszín karikák mutatják.
és látod, a középső az nincs feltöltve, az azért nincs feltöltve, mert kettőt már elhasználtam egy előző próba során. El tudod kapni. Felmossa velem az egész arénát, te szar. Megint bejött egy ilyen rohadék poloska közben hozzám. Amúgy shurikennel szerintem tudnék belerakni, nézzük meg. Hát nem túl sokat, de valamennyit tudnék, aha. No hitrán a kövire? Nem tudom tényleg, hogy a spear az mire való. Azt hiszem, én úgy képzelem el, hogy a spearrel, mint a Lies of P-ben odarántod magad az enemihez. Ezt tudom elképzelni róla. Tia Gabcsik. Until Dawn remék, nem, már végigjátszottuk a csatornát. Ajánlom neked a VOD csatornát, mert az egészet végigfordítottam, megnéztük, végigjátszottuk, megcsináltuk. Én nem érzem, hogy azt a játékot érdemes volt remékelni. Én ezt teljesen nem helyeslem most ebben az esetben, hogy nem volt egyszerűen rá szükség. PS4-en teljesen jó az a játék a mai szemmel nézve is. Teljesen, de tényleg látványos, király, élvezetes, jó a sztori, meg minden. Hát ott kaptam. Hátrébb. Első poti elhasználva. Ordításkor rá lehet menni a fejére. Jó volt. Nagyon szép. Szia Lifi, hogy vagy, Mizu? Most kapott egy nagyot, most fél HP alá bezuhan. És vered tovább. Ő pedig elkezd menekülni. De szépen ugratunk mind a ketten azonnal. Na gyere! Jó volt, kivédtem. Lehet, hogy elhasználok egy potit, mielőtt meggyilkol így. A gyújtsuk be inkább. Ilyen lassú játékkal meg lehet őt csinálni, türelemjátékkal. Csak akkor mész bele, amikor biztos lehetsz abban, hogy neked az jó lesz. Most ugrottam amúgy, de nem látszódott. Tehát látod, ilyenkor beszaladsz, megütöd egyszer, mész tovább vele. Még lehet, hogy előbb-utóbb jön ki mindenképpen jól ebből. Wow. Hogy ránk vetette magát. Menjen egy posture regeneráció alul, azaz. Ilyenkor beállsz a harci állásod a védekező állásba, és azzal rántod magad. Azt a mindenit, újra helyre. Nem volt healing, pedig lehetett látni a zöld pöttyöt, vagy mit. Kanjit a testünkön. Hát ez iszonyat. Rosszul jött most ki. Targetlokot elvesztettem. Ez rossz volt. Megérdemeltem. Nem ugrottam, dodzsoltam, ez egy rossz beidegződés. Hogy a pirosnak a láttán az ember instant dodzsol. Ebben a játékban nem szabad ilyet csinálni. Sokkal jobban jársz, hogyha megfigyeled a mozdulatot és megpróbálsz gyorsan reagálni arra. Mindjárt lesz egy hisztie. Most jön meg. De igen, szerintem Pama, tehát amúgy a fák nem véletlen vannak itt. Szerintem biztos, hogy lehetne őket használni valami tök jó dologra. Hát Frankon eltalált is. Amennyire jól kezdtünk, annyira szarul állunk most a phase végén. Talán most megvan. Ne felejts el védekezni. Hát a földre lerakott, hallod? Á, ne! Egy ütés lett volna. Megnéztem az összehasonlítást róla, a cinematikokon kívül nekem a PS4-es jobban tetszik. A cinematik az abban a játékban rengeteg, tehát az átvezetők meg az ilyenek, nagyon-nagyon sok van belőle. Hogy a fákra miért mennénk fel, hogyha nem tudod a fáról elkapni az ő fejét, nem tudom. Ez szar volt. Ez nagyon rossz volt most. Hogyha felmegyünk, próbáljuk ki, nézzük meg. Ó, hát ez igen. Instant kaptam.
Hát hogyha lehetne olyat, hogy utána a fejére ráugrunk, nem tudom, lehet, hogy szart nem látunk egyébként 30 FPS-ben, persze kicsit ez sok a PS4 Pro-nak is. Lehet, hogy PC-n itt egy kicsit eredményesebben tudnék a fák... Mekkora sniper vagy, te hülye? Hogy nyomta ezt? Oda néz, oda néz. Á, ezt újra kéne próbálni. Most ütjük meg először, mert kukisztunk, ugráltunk. Gyorsabban elugrálsz előre fával? Lehet. Lehet, hogy az segít, de hát... Ha egy perri alapú fájtot akarsz ellenet csinálni, akkor meg nem tudom, hogy mire lesz jó. Most úgy ütött meg, hogy hátra vonult közben, a poison státusz még mindig rajtam van. Oké, halljunk meg, léci. Láttad ezt? Ja, poison vitte, valószínűleg a poison volt, ami rajtunk volt, ami most elvitt. Hogyha úgy nézed, hogy PC-s megjelenés, és arra egy kicsit rágyúrtak, hogy egy kicsit modernebb köntösben legyen, az úgy király. De összességében PS-re, hogyha neked nincs meg, új élménynek számít, akkor lehet, hogy megérheti megvenni, nem tudom. Én biztos, hogy nem venném meg. Hát, hogy egy pelletet elhasználok. Hattam PC-s ritka bugmányos lett megint, igen. Ez nagyon szép védés volt. Ez rossz lesz. Hát jó, egy potit elhasználok. Ez az, nyomod. Most ez nem tetszik neki. Itt van az időablak, látod, támadni rá. És így van most 70% HP-n. De kicsit több lenne a damage-em, nem bánnám egyáltalán. Nem engedte, hogy felmásszunk a hátára, pedig jó lett volna. Bal jobb ilyenkor a fetrengése. Erre számítanod kell és lehet is, persze. Vagy lehet és kell is. Oké. Ilyenkor ilyen jól időzített periket kell csinálnod, tehát így felállsz hirtelen a pengédet, így felemeled, hogy kivéd a támadást. Annyira jól megkomponált harcrendszere van a játéknak, hogy ilyet szerintem nagyon-nagyon kevésben lehet amúgy találni. Hogy vettél fel? Hogy vettél fel most a szemétláda? Ezt hogy csináltad? Az, hogy belemehetsz agresszívan, csinálhatod, nyomhatod neki. Na ez mondjuk nem volt szép, mert rá voltam húzva, tehát ezt nem így kellett volna talán. Lehet, hogy levegőből kellett volna perrizni. Aha, jó, látom, tehát hogy jobbra benézed. Én még a sztorit se ismerem belőle, de azt tudom, hogy egy 8 órás játék nekem nem ér meg 70 eurót. Hát igen, mert akkor belegondolsz, hogy majdnem 4000 forintért játszol egy órán keresztül vele, azért az nagyon-nagyon sok. Viszont benne lehet az újrajátszás, lehet kisebb dolgokat máshogy alakítani közben, karakterek meghalnak, megpróbáld őket életben tartani, meg ilyenek. Tehát ezt lehet így újrajátszani egy párszor, de hát akkor is már ismerni fogod a sztorit, tehát onnantól nagy újdonságok nem jönnek már vele. De nagyot vertél most. Értem? Jézusom! Nem engedte. Most engedi. Ráhúzzuk magunkat. Amikor megjelenik ott az a zöld, akkor olyan pozícióban van a kart, hogy rá tudod magad grappling hookolni, és annak segítségével komoly damagét tudsz belevinni. Hogy elvitte magával a gerendát, mi? Az ember nem is tudja, hogy a gerenda az veszélyt, nagyobb veszélyt jelentene el, mint így önmagában, amennyit jelent.
ott a herénél is tud... Mekkora lábkörmei vannak, azt a... A herénél is nyomta a balhét nekem, ott is sebződtem. Szép volt, ugrás. Nem ugrott fel a karakterem, jól van. Vágjál be oda persze a vackodba. Ennél mélyebb, azt a mindenit, nem is látjuk, hogy hol vagyunk. Volt egy kis ilyen apró rész ott a sziklák alatt, szerintem oda feküdtem be. Ez az örök sírom, azt látom. Ez a Sasquatch, azt mondod? Az a nagy lábú. Van különbség a Yeti és a nagy lábú között? Ti mit tudtok róla? Láttátok már esetleg? Varvajkot kéne kérdezni, mert ő aztán szerintem Borsodban olyan dolgokat látott, amiket ember nem sűrűn. Jó, eddig nagyon jó. Minden lépésére tudni kell az ellenlépést, és hogyha... Azta! Azta! És ha ezt jól csináld, akkor nem lesz baj. A második visszaverő, az ott nem segít, de ilyenkor mindig egyet perrizni kell, amikor éppen elmegy, mert ott is ad ezek a... Ezek a kezét ott hagyja, és... támadások, ezek nagyon meredek cuccok. Most lehet nyomni neki. Sasquatch, nagylábú, Peti, medve, disznó, ember, ezek ugyanazok. Ki az a Peti? A második karcsapás semmit nem ér, ilyenkor kell a Perry megint, mert egy posture regeneráció. Ilyenkor viszed be neki. Jössz hátra, regenerálsz. Hát, de látod, hogy mennyire nincs sebzésünk bele? Mi történik, hogyha only Perry-re játszol? Tehát, hogyha nem csinálsz semmit, csak nyomsz Perry-t. Mert akkor ráadásul ilyenkor is csak átugrod, tehát nem tudsz el mit tenni. Ó, Jézusom. Jézusom. Ti láttátok már ezt a boss fightot only Perry-vel? Tehát, amikor nem sebzed. No R1 runt csinálsz. Szép volt, ügyes voltál. Megérdemeltem. Nem jöttem elég gyorsan hátra. Négy csapás. Felugrás. Folyamatos piros támadásokat tol most. Hátrajövés. Elvileg a Yeti ázsiai megnevezése, a Bigfoot észak-amerikai megnevezése ugyanannak a lénynek. Aha. Hát a... Oszta. Hát a Yeti az ázsiai? Jézusom, de benéztem. Nem tudtam, hogy ázsiai a Yeti. És akkor hol látták? Az Urálban, vagy hol? Ilyenkor, ahogy hátrébb megy, oldalazva, irdatlan damage-et víz beléd. Megint, hát az utolsó tök használat következik. Nem lehet ázsiai? Elkapott. Ez ennyike. Neki is szar volt, nekem is. Hát, újra. Nem mondom, hogy látom a fejlődést. Iszonyatosan hosszú ez a fight. Persze mindig tanul az ember, és éleződnek a reflexei, meg így egyre jobban belejössz. Csak ez most ennél a fightnál úgy érzem, hogy nem látványos. Jó. 3-4. Hátrajössz. Visszamész. 1. Perry. Oké, kicsit nyugiba. Nem találja rajtunk most a fogást. Nincs jó target lockja neki éppen. Utána szaladsz. Soha nem kapott el, hogyha körbe szaladod. Erre vigyázni kellett volna. Nyomjuk bele tovább. Holy shit. Nyugalom, semmi baj nincs. Nem akarsz ordítani? Dehogy nem. Az ordítás az nagyon jó, mert ráviszed a maradékot, amit be szeretnél neki tenni. És talán most lesz meg a nyugi fázis. Lehet, hogy tévedek.
Előbb-utóbb... Ez az, ezt vártam. Ezt vártam, hogy kapjon egy olyat, amitől megemlegeti. Szia Hirx, hogy vagy, mi a helyzet? Szereted ezt a bosst? Ma ezzel indítjuk meg a vasárnapi esténket, aztán meglátjuk, hogy hogyan sikerül majd, ha egyáltalán sikerül tovább menni rajta. Vigyázz a kezét, hogyha leteszi, akkor szarban vagy. Alulról verte be, jó van. Oké. Vajon az a kard, ami ott van? A francba. Az ilyenkor sebezni tud? Második kard nem talál, harmadik kard nem talál. Ez nagyon jó. Most van fél HP alatt. Most lehet nyomni egy kicsit bele. Gyönyörű. Ugorj, te szemét. Hát nem ugrik fel. Hát nem ugrott fel, pedig de jó lett volna. Nem tudtam elkapni, pedig arra kellett volna talán inkább fókuszálni a healing helyetben. Mondjuk a healing az mindig segít. Aszta. Hát pedig perit nyomtam alatta, de ezek szerint túlságosan alászaladhattam, vagy ilyesmi. Most, ez nagyon jó. És most előre. Ez most olyannak tűnik, amit innen meg lehet csinálni. Mondjuk nem két HP-ból meg ilyenek, de nézd meg, ott vagyunk, hogy jól vagyunk most. Még egy utolsó csapással berakod őt a killbe. Szerintem ez volt az a boss, amit a legtöbbet szenvedtem a játékban, az komoly. És akkor itt kellene használnom a Spear-t, a Shuriken helyére ki kellene próbálni, hogy mit csinál. Pelletet benyomunk, ezt elhasználod így, Spear használat, meg kell nézni, hogy mit csinál vele. Hármat rásebeztünk, de nem sebződik, látod? Fordít. Ha elnyomom ezt a gombot, mit csinálunk vajon? Ez tökéletes szituáció hozzá. Aha, értem már. Mit csinálsz? Jó. Oké, látom, minden jó eddig. Fordít. Ilyenkor azon nyomban ki kell, hogy szaladj belőle. Új, még tovább csinálja, nem hagyja abba. Erre egy nagy healingre van szükség, aha, ehhez. Még egy pelletet szerintem benyomok, mert még van egy... De figyelj már, én nem látom, hogy mire való most nekünk a... mondjad már mi. Spear, francba, erre rá kellett volna ugranom. Meghaltam. Akkor kell, amikor hason fekszik. Lehet, hogy akkor bele tudod rakni a testébe, tehát a testének abba a lyukába, ami a nyaka most jelenleg, vagy az lenne? Hol is aszta! Wow! És ilyenkor már rá sem tudod húzni magad. Nem talált. Hát, próbáljuk újra. Egészen gyötöröm, migrén, várom, hogy hasonló gyógyszerre mehessek aludni. Ajjajjaj. Jobbulást kívánok neked, egyáltalán nem hangzik jól ez a dolog. Ez nem az első végigjátszásunk, ezt már megcsináltuk egyszer, csak most hard mode-ban csinálom. Kicsivel nagyobb posture, meg ilyen damage-ek vannak rajtunk jelenleg. Hé, de hiszen ugrottam, hello! Már megint hazudott. El csak fejleszted Spear-t úgy, ahogy ki is húzod a kukacot. Ja, hogy van ilyen. Ezt próbáljuk újra inkább.
Ezt már most látom, hogy felesleges volt. Lehet, hogy akkor egy újtással nagyobbat mehetnénk. Meg tudtam csinálni kétszer is már. Tehát az első végigjátszásnál is eljöttünk, ezen túlítottunk, és utána félbe maradt az a végigjátszás. Aztán a másodikra ténylegesen végigmentünk normálban, most pedig hardban próbálkozunk, és hát látszik, hogy megvannak a problémáim most itt ezen a bosszon. Úram Isten, hogy csinálta ezt, hogy még a posztor is, meg minden is? Há? Nem jó, újra. Feleslegesen nem akarom erőltetni. Egyébként ebben az irányban visszafelé még biztos, hogy van egy csomó loot. Ott a kis majmoknál, tudjátok, amik ilyen hordákba verődnek össze. A majom az mibe áll össze? Szerintem hordába, nem? Én szerintem annak nevezik a többségét. Biztos, hogy nem csorda. Egy majom raj. Pártba? Lehet, hogy pártba rendeződnek. Azt, ahogy elkapott. Család? Hát... Kinek ugye micsoda? Őrült nagyokat ver ránk. Szia Zoli, hogy vagy? Csoportba rendeződnek? De nem ezeknek a csoportoknak a neve, tehát ezek nem csoportgyűjtő nevek különböző fajoknál. Szerintem hordában vannak. Vagy az nem egy ilyen szó, mint a raj, meg ezek a dolgok. A horda az más jelöl. Na most fordult rám. Alakzatba, mondta M. Hajnal. Össze kell szednünk magunkat. Sűnbe rendeződő majmok. Hát ott elég nagy problémát szerveztünk közöttük, amikor hirtelen beugrottunk a kis csoportosulásuk közepére. És akkor azt mondtuk, hogy kiontjuk az elsőnek a vérét, és annak a vér felhőjében többit is megpróbáltuk ott intézgetni. Szerintem rohadt szórakoztató volt. Hová mész? Nem mondott, hogy korán ugrottam. Annyira fel voltam készülve a mozdulatra, hogy korán nyomtam meg. Ez nem semmi. Ezt a támadását úgy érzem, hogy nem tudom értelmesen kivédeni, sajnos. Ezt most kapja nagyon jól. Ezt annyira jól kapta, hogy el is menekült. Ezután nyomok egy pisit szerintem. Ha nem, most húgyozom össze magam. Zöld, megvan. Még van 5 darab potink. Úgy érzem, hogy nem nagyon szabad itt ennél a fázisánál potikat elhasználgatni. Mert minél türelmesebben játsza meg az ember, annál jobb. Csak hát ugye nyilván a stream idő is szorít, de ez kicsit kontraproduktív gondolat, ha belegondolsz. Tehát, lassabban akarod befejezni, hogy... Ha gyorsabban akarod befejezni, hogy aztán mégiscsak gyorsabb legyen. Jó, most kapta, most megy át Phase 2-be. Angolban troopnak nevezik, de a magyar eltérhet nyilván. Aszta. Rá kell healelnünk. Mi fog most történni? Ordíts, nyomod. Nem ordít, csak oda kap. Hátra megy és onnan ordít. Fel, és ott van, jó volt.
4 támadás, után egy parry. Igen, csak ezt hogy nyeltem be? Hagyjuk, hogy távol legyen. És most kellett volna nyomni a támadást, mert rámugrik ilyenkor, látod? Utána eloldalog. Szép. Nem szép. Nagyon nem volt jó most. Ezt megint sikerült elrontanom. Másodperc töredék alatt el tudod rontani. Oda nézd, mennyire el tudod rontani. Másodperc tört része alatt megy. Fájt a levesbe. Mire használod a fákat? És ott meg tudod sebezni még. Most csak regeneráció. Blokkolás. És nem tudsz aláfutni, ezt elhiszed? Na én ezt nehezen hittem el. Amikor felugrik a magasban, nem tudsz előre szaladni, mint hogyha előtted állna még mindig a mob, tehát hogy van egy ilyen collision, hogy beleakad a karaktered teste a semmibe, hiszen fönt száll érted a levegőben is, veti rád magát a magasból. Nagyon érdekes, hogy nem lehet alatta átszaladni. Viszont ilyen esetben, hogyha ez megjelenik, akkor csak a kiszaladás áll, mint lehetőség. Tehát nagyon figyelni kell, jól kell leolvasni ezt a mozdulatot, hogy még valahogy ki tudjon onnan szaladni, mert ugye a másik piros támadása az meg az, amikor elkap és el akar hajítani, és arra viszont ugranod kell, és nem mindegy, hogy ugrást vagy kiszaladást használsz. Nagyon érdekes ez, hogyha akarsz egy kis damage-ot bevinni, de itt is a türelem lesz a kulcs szerintem. Engedjetek meg egy pisit, és jövök vissza. Ja, lehet, hogy az, igen, az ordítástól való elszaladás. Lehet, hogy tényleg arra vannak a fák, mert az ugye a benne maradsz instant kill. Na hát, csapó kb. 20 következik. Akkor menjem. Nézzük, mi lesz ebből. Milyen lesz a következő hetetek, meséljetek. Mik a tervek. Vajon jobb, hogyha megközelítem kezdéskor, vagy inkább. Inkább ez lesz, aha, elment a lehetőség. Régi játékokban csinált a karakter valamit. Igen, egyébként van, volt ilyen, jaja. Tétlenség esetén. 8, 9, puki. Antidote Founder, Healing Gourd. Nagyon jó volt ez a puki most. Jól sikerült levédenünk. Hordibál nyugodtan, ha gondolod. Igen, ez az, ezt akartam látni. 10, 11, 12, ugrás, 13. 14. Hányszor kell neked? Ó, a francba beleléptem az utolsóba. Nem akarja most összecsukni. Na, most akartuk összecsukni, ez az. És ilyenkor ő elmenekül. Így lehet az első 33% HP-ját szerintem eredményesen letépni róla. 4 és mehet. 2, 3, 4. Ugrás. 1, 2, 3. Perry volt. A 3 az parry volt. Hátra, ilyenkor már meg akar viccelni. Na ugorj fel. Jó volt. És most 1, 2, 2. Ugrás, 1,
kettő, három, Terry. Jobbra kiszalad, három, négy, mehet, kettő, három, Terry. A három az Terry, ne legyen már majom. És nyomod, egy, kettő, hátra szalad, mert healerned kell. Védés, vagyis hogy regen. Már a ráugrását kellene használnia. Ó, oh, a francba. Mindig, amikor kimondom, ugye? Mindig, amikor kimondom, megtörténik a baj. Kettő. Jó. Annyira kimondtam, amennyire csak ki lehetett. Jövő hétre semmi tevést terveztem, amikor előadtam a főnökömnek, ő nem támogatta annyira a tervemet. Hát, ez a baj a főnökökkel, érted, hogy nem túl empatikusak, vagy hogy mondjam. Nem értenek a dolgozók nyelvén. Három, négy. Ez most nagyon jó. Ez most nagyon-nagyon jó, hogy így abba hagyta. Hogy elvesztette a target lockot fölöttünk. Most van három potin még mindig, és ő pedig mindjárt átmegy a phase 2-be, szaladás következik, majd bemegy, 1, 2, 3. Jó volt az elugrás, kicsi rizikós, de működött. És most nem csinál oldalt ütést, mert nem vagyok ott a range-ben. Puki! Na gyere! Jó volt, és ilyenkor kellene bemenni. Nem sikerült bevinni a támadást, azért nyeltem egy nagyot. Jó volt. Ezt szerintem pellettel fogom megoldani így. Felugrik és... Jó, még mindig nincs rajtam a poászón. Van neki még körülbelül egy olyan, nem is tudom, 15%-nyi életpontja. És kiszalad és beszalad. Egy, kettő, három, elszalad. És befelé. Egy. Egy, kettő, három. Most szar volt, francba. Pedig felkészültem rá, hogy ez lesz most az. Amikor sebezhetem, de nem ez volt. Fordítani nem szokott. Oldalra leül, ez jó. Az is jó, és mehet. Kettő, három. Ugrik, egy. Kettő, nincs, három. Szar volt. Védrem kellett volna, már rég védrem kellett volna. Hogyha megdobnám valamivel, szinte benyelni már rögtön. De nem hiszem, hogy be van nálam téve most a shuriken vagy akármi. Hát a közelébe kell, hogy férkőzzünk. Kettő, most. És lehet bemenni. Ez az. Taktikusan játsszuk meg mostantól kezdve, ez csak így fog menni. Máshogy nem fog lemenni. A karakterünk jelenlegi erősségén nem lehet megcsinálni úgy. És nagyon csodálkozom rajta, hogy mi a fenét keresek itt ezen a bosszon, hogy miért erre mentünk egyébként. Mi az, ami ebben az irányban van, ami ezt előbbre helyezi mondjuk más területeknél. A gyújtogatás az nagyon sokat tudna segíteni rajta. Például már most akár. Évettem. Bár begyulladt, de nem volt túl sok értelme neki. Az a lángolás valamennyit csak rátesz, nem? Kettő. Egy. Kettő. Hú, de durva itt a delay a támadások között, nem? Hát még elemezgetni próbálom. Egy. Hú, ez de... Azt a mindenit. Oké. Okay. Nem voltam felkészülve, hogy ez erre fog... menni majd. Fordítás. Ilyen rohadt jól néz ki. Egy. Kettő. Egy. Gyönyörű. És most ez nagyon nem tetszett neki, hogy én ezt kivédtem, láttad? Érdekes. Ilyet eddig nem láttunk tőle, lehet, hogy be kellett majd inkább gyújtanom e helyet. Egy, kettő, szünet. Ez érdekes, megint. Nem értem el. Megy, kettő, szünettel megy a kettes. El is találtam, úgy egy pelletet benyomnék. Most próbáljuk egy kicsit megismerni ezeket a mozdulatokat. Most lesz az. Az nem jó. Aztán minden... Na ez hogy történt? Hogy szakítottam meg ezt az ordítását? Jobbra ugrással.
Kérdésem van, de nem hiszem, hogy most kéne elhasználnom. Ha most beszaladsz és begyújtod. Jó Isten. Nem baj, de legalább lángol. Türelmesen nem a kupiban vagyunk, igazad van. Ott amúgy sietni kell, én még sosem voltam. Szúrás szünet, most! Aha, és ilyenkor... Oda néz. Mihisztiket nyom. Nem volt sikeres, nem volt jó. Ordítsál nyugodtan. Addig regenerálok egyet. Elment a healing lehetőségem sajna. Még egy gyújtásom van, de nem hiszem, hogy túl nagy eredménnyel lennék vele szemben. Akár esetleg egy Springload Firecracker használok. Mintha lesz a szarnál, látod ezt? Nem érdekli Firecracker-ölt. Kettes szintű Firecracker egyébként a feltápoltabb verziója ez. De nagyon tetszik, hogy lehet így. Kettő. Itt megy még tovább a kombó. Lehet, hogy a Firecracker az fejhez van kötve, azt mondod? Bal jobb. Bal... Jaj! Szaladj, te hülye! Oké. Okay. Ugorj egy nagyot, gyere! És most? Nem volt jó. Oké. Elrontottam, nem volt jó az időzítés, perfect parryt akartam, de nem jött össze. Az utolsót nem használjuk most itt erre. Hogyha az elsőben nem gyújtom be, akkor a másodikra a Spirit Emblemeket, amiből ezeket a Shinobi protézis használatokat lehetővé teszed. Ha az elsőben nem gyújtod be, ott lehetne valami mást kitalálni. A Firecrackert nem érzem használatosnak. Van Umbrella-nk, ez azt val... Várjál csak, megvéd mindenféle sweep attacktól, meg low attacktól. Az van, hogy ezt nem érzem itt hasznosnak most. Loadidex nem, esetleg a Shurikent raknám most vissza. Flamewentet ugye használjuk, a Firecracker helyre tesszük éppen. A Mist Raven az, amikor eltűnsz és valahol máshol kiukadsz. A Divine Abduction, ami a Gust of Windet ilyen szelet generál, de nem hiszem, hogy a szél bántja a majmot. Fogalmam nincs. Menjen a Shuriken ide. Jó, és nézzük újfent, és újfent, és újfent. Újra. Köszönjük, hogy itt vagytok egyébként. Nagyon hálás vagyok nektek, remélem, hogy jól vagytok. Az pedig perrizve volt. Nem védted ki? De miért nem védte ki? Á, mindegy, ezt újra kezdjük. Ez így nagyon nem volt jó, nem tetszett egyáltalán, hogy a... Hogy a Perryt nem vette be, nem csak a ránkugrásnál, de még ráadásul annál az első támadásnál sem. Meg kell próbálnunk még egyszer. Hogyha ezen túl vagyunk, akkor nem tudom Iron Guard, mit fog mondani, hogy merre menjünk tovább. Biztos vagy benne, hogy a majmot meg tudjuk majd csinálni. Az a kérdés, hogy mennyire szenvedősen. Én szerintem előzőleg utolsónak jöttünk ebbe az irányba. Most meg egy kicsit olyan, mint hogyha elsőnek jönnék, és emiatt lehet érezni azt, hogy kettő, ott van. Emiatt lehet érezni azt, hogy na, ilyenkor vigyázz a bal kezére. Hogy erősebb, sokkal nálunk itt ennél a részénél. Ellet használt mennyire valid vajon? Ez nagyon jó. Nem mondod, hogy amikor perrizek, akkor is eltalálsz. De jó lett volna a second phase-re hagyni ezt. Nem baj, rámegyünk megint. És most nem hagyjuk élni. Nyomod bele neki. Hogy vagy, Orek, mi a helyzet? Mik a tervek? Mi lesz a köv héten? Mondom, mindenki dolgozik, mint egy állat. Hoppá! Hallottátok a kis puki hangot? Szép. Az?
Oké. Jó volt, hátra ilyenkor, mert kellemetlen posture damage, amit betol. Akkor átvert most, hogy leküldtem. Jó, és megy tovább. Azt a mindenit. Lehet, hogy a nagyobb posture, a nagyobb HP damage-et szenvedsz el. Hát könnyen lehet, én már nem lepődnék meg semmi sem. Ó, nem mondod, hogy még ott a kar lerakásnál is van egy damage. Hol vannak vajon a többiek ma este, akik vasárnap szoktak jönni? Gondoltam, hogy meglepöm őket azzal, hogy ma is szekirózunk, aztán ezek szerint pont a nem feltétlen jó játékot sikerült kiválasztanom. Mondjuk én szeretem, nekem azzal nincs bajom. Aha, itt fel akartam ugrani, de már megbántam. Ott van. Kedvenc From Software játék, de nem csodálom, mert tényleg olyan, hogy irdatlan jó. Vajon a Phase 2-ben a Spinning Shuriken az segít valamit ellene? Tehát annak a használata az ténylegesen HP damage-ot okozna rá? Flame Vent-et beállítom. Szerintem ezt megkapta. Eddig tökéletesen alakul. Pont sikerült elkapni a karját. Ha oda hátra megy. Kettő. Ilyenkor üthettem volna egyet még rá ezen kívül, de nem baj. Hoppá. Jaj, ne. Ez necces, de ilyenkor elveszti a targetokat, az nagyon jó. Van egy kis időd arra, hogy a 33% HP-t ilyenkor belevidd. Szaladjunk utána, ne is hagyjuk, hogy nagyon messzire menjen. Hát, hogy erre én már ráhílelnék, mondjuk inkább egy pellettel. Ja, igen, a shuriken az, amikor valaki a levegőben van, arra irdatlan nagyot sebez. Csak ugye ott is a reflexeden múlik minden. Jó helyen vagyok most, nagyon jó helyen. Ó, a puki. Nem tudtam kivédeni, mert éppen benyomtam az antipoászont. Na mindegy. Ezt jól elcsesztem. Egy tökbe került így. Na mi lesz? Merre vagyok? Hol vagyok? Ezen érzékelte, hogy itt állok előtte. Megint kapja. Folytatjuk. Nyomod neki, és folytatod tovább. 50% HP alá leviszed. Ez egy nagyon szép try eddig szerintem. Viszont 50% HP alatt van, úgyhogy most jön a ráugrása. 1, 2, 3, kiszalad. Nem tudja, hogy hol vagyok? Uha. Ez akár veszélyes is lehetett volna, nem is kicsit. Mit csinál most? Oldalról kerítesz. 1, 2, 3, kiasz. Oké. Okay. Ojajajajaj. Óvatosan, barátom. Nagyon sunyi egy szar, látod, hogy miket nyom? Assza, és nem sikerült beszaladva kivédeni. Alakítjuk tovább. Jó volt az elugrás. Előbb-utóbb megleszünk tökéletesben, nem kell aggódni amiatt. Oldalról kerülöd. 1, 2, 3. Nem megy be több. Jön vissza. Oldalról kerülsz, csak a másikról. Nem találja el. Hát pedig most be kellene tudnom vinni neki azokat az utolsókat, amikre vár. Szerintem van egy rejtett számláló, hogy hányszor vered meg, de lehet, hogy damage alapú számláló ez. Tehát, hogyha kevesebben jössz ide, kevesebb damagéval, lehet, hogy akkor is. Hát akkor is van számláló, csak érted, mire gondolok. Az egyik legkirályabban megcsinált egy harcnak, gondolom ezt. Szép. És kijössz hátra. Mehet. 1, 2, 3. Ennyi kell bele.
Na, na ezt most nagyon szerette. Jó, ez gyönyörű volt, 5 potin még meg is van. Fú. Egy pellet használat következik. Biztos, ami biztos. Shuriken legyen? Hát végtére is Shurikenből 13-at rá tudok haigálni. Kard. Oldalra 1 kombó, 2, 3. Oké, tehát fent után van 3 támadás. Egy. Ó, ekkor átverdül. De durvi, amikor így bejti magát. Jó, és vigyázzunk. Nem találtam el, ordítani fog. Hát valamennyit sebez, de azért túl sokat annyira nem. 2. 1. 2. Nem volt meg a védés. Francba. Erre rá kell ugranom. Nagyon gyorsan történik. Holy shit. El van ez rontva teljesen. Hova vered most éppen? Ordítasz. Oké. Okay. Nem sebez rá szerintem ez a shuriken sokat. Sőt, mint a szart sem. 1-2. 1. Nem baj, ez nagyon jó. Kifele. Pellet használat egy darab. Healing Word mehet. Rádugrás. Iszonyat menő támadásai vannak, de nem tudok belevinni értelmes HP alapú damage-et, úgy látom. Elfolyott a lehetőség, 2 healingem megvan. Menjünk ki a faltól. Maradjunk itt valahol középtájékon, amerre minden irányba ki lehet szaladni, hogyha éppen az ordítását véghez. A... Miért nem sikerült? Hoppá, a pirosra nyomtam most rá, megszakító támadás szerintem. 2. Ordít. Kicsit tanástalanul állok. De hallod, három támadása, az annyira közel álltam hozzá, hogy nem tudott egyszerűen bejönni. Nem tudott eltállni, és a negyedik mégis. Tehát akkor arra kell a közeli állásból fokuszálni. Jó, és ilyenkor lehet megnyomni. Ez az, hát ezt vártuk. Na, szóval ezt a támadását várjuk meg, és utána... Jó, nem baj, ez jobb volt így. Utána lesz majd. Finish. Ez nagyon durvi. És most a negyedik megy. Ötödik is van neki. És ez nagyon jó ilyenkor. És összerodja magát, látod? Értem már. Erre kell mostantól odafigyelni akkor majd. És a megfordulásból csinálja meg. Na menjünk még egyszer. Szia Hirks, jó pihenni, és köszönöm, hogy itt voltál velünk ma is. Ez a változattal nincs be másik, inkább a dupla majomnál. A dupla majom az addigra, mire odáig elérsz, szerintem kevésbé jelent gondot, hiszen erősebbként mész oda már. Tehát, hogy jobban fel vagy tápolva HP-val, Shinobi prosztetikekkel, protézisekkel,
meg mindennel is. Damage-el leginkább. 1-2, és azonnal jön a csicskító rád. Sajnos nem ment bele a támadás, amit szerettem volna, ha belement volna ott. Úristen, az jó nagyot vert. Ki is billentünk az egyensúlyunkból, mondhatni. Nem gyengén. Folytassuk az 1/3 HP progresszt. Így. Szerbusz Kendály, hogy vagy, mi a helyzet? Próbáljuk meg rászívni magunkat. Duplázó, tripla. Ez itt nem volt jó ötlet, amit most csináltam sajnos. Már is kevesebbel rendelkezünk a tökökből, mint az imént még. Az Istennek nem adja be pedig itt ezt a perit. Én szerintem valahogy meg kéne tudnom csinálni. Jó, most itt középen állva a két lába között, vagy mi ez? Ott az kivéthető. Mindjárt rájövök mindenre, nem kell aggódnotok. Csak kicsit időigényes folyamat ez. Egyik sem sikerült periben. Hát pedig én nagyon ott álltam, hogy ez... ennek működnie kellett volna most. Ez nagyon jó. Hogy beakadt most ide a falhoz, mi? Szép HP-zás, gyönyörű. És ilyenkor... legközelebb egy kicsit jobban, hátrébb kell jönnünk ahhoz, hogy ez működőképes legyen. 1-2. Nem ment be a tök, hát pedig meg volt nyomva az input. Jaj! Ah, még egyszer. Nem védett ki, pedig suhogtatom a pengémet. Nagyon jó. Alakul. És ott szalad. Hát ez súfondáros lett így nagyon, sajnos elrontottam, ne arra gudjatok. Aha, ezzel fogunk itt menni, mert ez szerintem nagyobbat sebez innen nézve. És megpróbáljuk újra. Gyönyörű védéssel. 2-3. Nem, ez a feltépő, ez nem volt jó most. Ez nem volt, ez kár volt most így belepróbálni, beleütni. Azt a de nagy range-ből nyomta meg. Wow, jó. Ezt még mindig meg tudja sajnos csinálni. Nézzük a 11. try-t. Na jó, nem, igazából már 20-on felül vagyunk szerintem vele. Ugye lassú meg időigényes. Ha megnézed a... És nem védi ki. Hogy nem? Lehet, hogy egy kicsit előtte kellett volna állnom. 11. óta már nem számítjuk, ja. Nem tudja. Hát jó, valamelyes kivétel, de nem jól. Szerintem ez nem volt itt. Na jó, akkor most álljunk erre rá. Hogy próbáljuk meg itt a testtámadását levédeni, amikor így rád borul, érted? Így a 2. És most. Jó, hát hogyha a földön vagy, akkor nem talál el. Ez érthető, persze. Mindjárt megint az 1/3. Aha. Érdekes, hogy nem akarta ezt most úgy bevenni, ahogy én szerettem volna. De most nagyon jó, mert nem vágja, hogy merre vagy éppen. Hát remélt megint meg lehet csicskítani. Talán megjön a 2 is. Hú, el tudott kapni, ez ügyes volt. Mondjuk sajna ez így alakul most már. Próbáld meg ivartalanítani a maki majomot. Közel, nem enged fel. Azon, hogy nem nagyon láttam neki ilyen péniszt. Nem éreztem, hogy nagyot mehetnék rajta.
Vigyázz, hogy számolva jobban járnék, szerintem, hogyha számolgatnám megint. Megy a puki. Ilyenkor bejön a Poisson. De sajnos itt már ez el van teljes mértékben rontva ez a try. Nagyon hamar el tud menni egy próbálkozás rajta. Egy másodperc tölt része és kész vége. Feszült koncentráció ugye folyamatosan, és aztán összeomlik minden. Tehát ez ilyen ez a játék, és nem véletlenül hívják nehéznek, meg talán az egyik legnehezebbnek ebből a zsanrából. Nem is ment a védés? Hát pedig az nyomva volt amúgy. Poison végre. Nem ereszkedtek le neki, de nem gond, hosszú a kardod? Jó, mire bemegy, azt mondod? Na gyerünk, nyomjuk. Nézzük, mit tartogat még számunkra. Meg kell jönni az élvezeti értéknek is, hát nem lehet folyton csak szívni. Ez kemény. Ott egy rosszat sikerült elkapnunk. Ez a hármas számú és a felugrás. Ez a felugrás az, amire nem tudok mit. Nem szabad itt bemenni szerintem középre. Mortal Blade felé patkó bírik már egy ekra majd meset. De a Mortal Blade az erre felé van. Nem rendelkeztem én még azzal. Valamiért úgy emlékszem, hogy itt nekem az már megvolt. Na, és még ott egy kicsi benyelés. Lehet, hogy erre felé kellene megszerezni a Mortal Blade-et is. Ez pont szar volt, hogy éppen egy mozdulatban voltam. Most ezt a mozdulatot ebben az elmúlt 10 percben akartam beletenni, tehát ezt a... Ugye mutatom, csak itt nem lehet átugrani. Amikor csinál a karakter egy ilyet, egy ilyen kereszthasítást, látod? Ez sajnos nem minősül ugrásnak, emiatt pedig azt a támadását folyamatosan benézed. Szerintem nem röknél hátra ilyenkor, az tök jó lenne. Ez most jól megy. Elvesztette a target lockot rajtunk, látod? Nem tudja megcsinálni. És így már mennie kell, menekülnie kell hátra. Minden try számít, minden egyes harcban töltött pillanat hozzátesz ahhoz, hogy a végén megjön majd a győzelem. Sokkal nehezebb ez, mint amilyenre számítottam hard módban. És nem is tudom pontosan, hogy melyik része az, ami miatt nehezebbnek érződik, hogy az extra posture, az extra HP damage rajtunk, vagy esetleg valami más miatt. Lehet, hogy csak a régen volt már, és eleve egy nehéz bossról beszélünk. Lehet, hogy amit írtatok, hogy nektek is, hogy mennyire kemény volt ez. Nézd meg, a lábánál is veri amúgy. Nem is találtam el. Hát, hogy írtatok, hogy nektek is nagyon kemény volt, hogy az egyik legdurvább. Annyira szeretem, amikor elveszíti a target lockját, de az még nem fog minket megvédeni. Jó, a lábát sikerült kivédeni. És itt lehet neki egy kicsit nyomni. Nem sikerült felugranunk, ezért felmossa velünk az arénát. Az elhajítás után pedig 0 HP-n, 1 HP-n maradunk ott. Ordibáján majom. Újra. Mármint majd csak akkor fogod tudni a Mortal Blade-et félre gírtózni, hogy Gangbang majom harc lesz a barlangban, emlékeim szerint Sargit Good. Aha. Hát kiderül, meglátjuk. Na most sikerült kivédeni is, tehát itt tökéletes pozícióban vagy. Ez az. Amikor így sikerül beesni alá. Ez egy nagyon jó try-nak indul most. Gyönyörűnek. Nagyon szép. És megy tovább.
pergeti neki. Nem most kellene azt a... Wow! Jó, hát ez 80% HP-tépés volt itt ennél a pontnál. Nem kéne a 33% HP-dat engedned? Hülye. Azt a... Haver. Hát a lába alól húzta ki a kezét, hogy mi történt ott vele? Na, úgy menjél el szépen hátra. Kettő potinba került ez a kis akció. Nagyon sok. Na gyere! Ilyenkor azok a kis minimális damage-ek, amiket benyelünk, azok is hozzátesznek a teljes egészhez, és azok is szétviszik a kettő. Az jó, jó, tudtam, hogy ott megleszek. Szóval, hogy... Hogyha nem tökéletesen perizel, hanem csak blokkolod a támadását, mert fenn van, ez volt a perfekt perizés. Akkor is ugye sebződsz, és sok kicsi sokra megy sajnos. Ezek azok, amik a first phase-ben. De most már jobb vagyok, itt látszik, hogy alakul. Amik hozzátesznek ahhoz, hogy elfogjanak a potik hiába. Ez szar volt most, ez csak blokk, ez is blokk volt sajnos, ez meg aztán... Ezt nem is tudom mire vélni, hogy itt mi történhetett, hogy mi az, ami így megszivatott ennél a résznél. Kettő poti. Ez a füles, amit itt leoszt, az nagyon hátszi. Próbáltam elránt cigálni onnan magam, de nem. Tehát azt nem lehet perfekt grappling hookkal megoldani sajna. Hát ez bizony ennyike. Pedig nem lehet azt mondani, hogy ne tudnánk megcsinálni, csak tényleg annyi, hogy talán több gyakorlás, több idő befektetést igényel. Vannak nők, akik proktológusnak mennek? Ma a proktológus az melyik? Amelyik a műszert behelyezi, neked rektális, digitális vizsgálatokat csinál? Az kemény, az kemény. Hogyha ezt a részét elrontod, akkor vége. USB nyílásnak nézi a kis külalukadat? Ez nagyon jó. Ezt nekem jobban kéne tudnom. Volt már dolgom egy-két urológussal életem során. Kinek mit dob a gép, ugye? Hogyha későn húzod itt fel magad, akkor nem fogod tudni ezt megcsinálni. Viszont elvesztette a targetokot. Ez nem elég nekünk erre. Kurás. Látszik, ahogy beáll már a pózból, hogy mikor fog ezt a pirosat elindítani. Itt meg lehet, hogy jobb lenne, ha kijönnénk. Addig-addig elemezgetjük, addig nézegetjük, hogy mit lehet, meg mi van. Na gyerünk. Egy pellet használtat kellett volna itt most nyomatni. Jövünk. Elnyomok egy pelletet inkább, igen. Ugye jó, hogy itt volt egy fa, nem? Ahogy már találd el. Jó, nem baj, nyomod neki. Szart rájokból is lehet gyönyörű folytatás. Nincs olyan, hogy szart ráj. Ráj van. Meg van a győztes ráj persze a vége. És ott is van a 25% talán, kicsit kevesebb, 20% HP veszteség. Rámenjek? Nem megyek. Ilyenkor nagyon messzire elér rám a keze, amikor föléd hajol. Jába szaladtam volna éppen hátra.
most már annak örülök, hogy a piros támadását azt folyamat tudom védeni. Tehát most jó volt. Álljunk egy kis postcsöregembe befelé. Nagyon jó. Kivédtem, és most nyomjuk meg. És egyikünk se tudja, hogy hol van a másik. Mi volt ez? Nem ugrottam fel, de mi volt ez? Jajajajajajajajaj, nagyon szar helyre bementünk, befeküdtünk a majom alá. Nem baj, fél HP-zás következik. Szaladjunk, erre fog jönni szerintem, így van. Ez jó volt, hogy mellé szaladtam, mert nem tudta, hogy hol leszek, láttad? Még ez itt most szar volt, hogy nem tudtuk megoldani. Gyere, próbálkozz még. Hé, de hiszen erre ráperriztem, ne hazudjon. Ez jó szar volt, nagyon gyorsan jött, épp egy pelletet akartam volna behelyezni a pofámba. Most adott rá indokot is, hogy pelletet helyezzünk fel magunknak, ja. Hát ez nem volt semmi. Nem lehetett védekezni, mert benne voltunk ugye az animációjában annak, hogy bevesszük a tabit a szánkba. Hány ilyet csinálsz még vajon? Ez a ráugró sorozat volt amúgy? Szerintem igen, mert ilyen evező mozdulatokat csinált. Én azt gondolom, hogy ez a ráugró kellett volna, hogy legyen, ami a végén tudod, amikor így rádugrik, és akkor a két kezével a földre lever egy nagyot. Úgy néztem, mintha az volna. Na jó, elkezdjük használni ellene most már a load eventet. Nézzük meg, hogy mennyire díjazza talán. Ez az, ezt imádja. Nagyon szép, gyönyörű. És megy neki, és tovább, folytatod. Így. Hogyha így kezded, ez király, de ebből szerintem már nem tudok annyira sokat csinálni, mint szeretnék. És ez az a kombó? Nem fejezte be, mert nem álltam előtte pontosan. Itt azt nézte szerintem, hogy hol állsz a végén. Volt a Perry. Hátra. Segreülés. Érdekes, hogy ilyen messziről el lehet ott kapni, nem? Na, ez nagyon király, csak itt most védekezzük ki. A lába itt sajnos nem sikerült jól. Hátrébb. Kaptunk olyan taslit megint, még jó, hogy a pengém kivédte, nem? Jó volt a vérés. Jaj, ne hátra! Bele! A francba! Most kellett volna belemenni. Próbáljuk újra, hát a közelebb jön. Ez már a szelidítési fázis amúgy. Imádta. Jó, azt a poisont levesszük egy antidote pellettel. Ez az. Mert a pellet befelé. Mert egy healing word használat. Gyönyörű. És jó volt a védés, most kell megnyomni. Imádta. 2, 3, 4. Hátra esik, elmenekül. Szerintem jók vagyunk most. Szia, jó reggelt, jó pihenés, kösz, hogy itt voltál velünk. Ma este is. Ó, miért nézek a chatre, nézd meg, mit történik, hogyha lenézek a chatre, mert egy majom vagyok azért. A boss se semmi. Jó pihit neked, kösz, hogy itt voltál. Érdekes, hogy benne maradtunk a targetoknak a körívében. Ez az, és most lehet megint megnyomni. Hoppá, vigyázz. Inkább ráhílelünk. Szia Red Ice, hogy vagy, Mizu? Ordítani nem akarsz onnan? Nem. Ezt kell most kivédeni. Kicsi jelestem, de nem baj. Megoldjuk még, van 3 tökünk. Neki már kevesebb van. Ez az, és most viszed be tovább. Azt hiszem, hogy elkezdtem látni,
hogy hogyan kell ezt a kombóját is most már talán szépen lassan megoldani, kivédeni és az előnyünkre fordítani. Majom valid, vagy micsoda? Vagy valid majom viselkedés, amit most ő csinál? Szerintem igen. Szerintem lemásoltak egy csomó harci majom mozdulatot, tudod? Hát így, amikor mentek a majmok a kombatba, akkor ezt így lemásolták, tudod, felvették kamerákkal a mozdulataikat, meg ilyenek. Beleszalik a tenyerébe és hozzád vágja? Például azt is, igen. Hogy lehet, hogy 7 darab Spirit Emblemem van? Úgyhogy 6-ot használtunk el, tehát még egyszerre begyújtás lehetősége fent fog állni majd. És 2... Ja nem. Hát egyszer életedünk. Amúgy ez egy szép fázis volt. Egyre jobbnak tűnik. Megállsz középen és... Fordít. Egy gyújtás. Négy gyújtás. Be van gyulladva. Oké. Egy shurikent ráhajítok. Miért ne? Gyújtásos, nem tudom, hogy mennyit sebzett rá, ha egyáltalán. Ó, a francba nem ugrottam fed, de egy barom állat vagyok. Lehet egy pellet használat, jöjjünk hátrébb. Még azért van 3 tököm, meg 2 pelletem. Az nem tudom, hogy összesen mennyi HP-nak felel meg, de... Fordít. Ilyenkor kár, hogy nem tudod magad rászívni az ordítás után, mert az nagyon nagyot segítene szerintem. 3, 4, a 4 az jön. 5, 6. Mik ezek a kombó mozdulatok most? Fordít. Összejátszottam végig és felállt, azt hittem, hogy megzeberedek. Hát gondolom, azért ez egy örök emlék szerintem sokak számára, akik ezen játékkal játszanak, hogy... Na most lesz a jó, igen. Igen, na gyere. Kifele. Kissé veszélyes volt, egy pellet bemegy. Amúgy jól állunk most, szerintem. Eddig talán a legszebb try, legszebb próba, amit eddig csináltunk. 3, 4, és dupla, 2, nem, tripla, mi a fene? Mit nyomsz még, mi van veled? Hátra, menjünk ki ebből. Ordítsál, én meg pelletelek egyet. Konfeti jók a bogaras jószágok ellen. Hát gondolom, hogy divine konfetti sokat segítene, de még eddig nem olyan használtuk. Hú, ez de jó. És erre hogyan lehet vajon rávédeni, amikor így felmegy? Ennek is lesz second phase-a vajon? A HP 50% alatt. Fordít. Egy. Mit csinál? 2. 3, 4. És mellé ment neki. Nem baj, jók vagyunk teljesen. Még van egy éledésem is esetleg, hogyha valami olyan volna. 2. 3. Ugrik. Jaj, de szép volt, hogy most ki tudtam ugrani végre. Ugrás, kifele, gyerünk kifelé onnan. A franc vigyen téged. Nem baj, jó ez. Kezdem érezni. 1, 2. 3, 4. Az mindig eltalál. Feltöltés. 1. 2, a franc vigye. Várjál már, hát most élettem még korán volt, mert úgy látom, hogy éppen akkor csapott le. Jó, nem baj, még van 2 tökünk. Éledésünk már nincs, de alakul és tetszik. 1, 2, 3, belemegyek éppen. 4, ez az, és most, szarházi. Ordíts egy nagyot. Érdekes, nem ordított most. Mi a fene? Kettő, befele. 3. Pergét. Íj, a pergető. Egy kicsit odaverünk azért, mindjárt megfordul. Mindjárt fél HP-nál van. Sajnos már én is fél HP-nál vagyok. Sok tekintetben. A negyediket, ezt meg kell oldanod. 1. És most van nagyon jól, ezt imádom. Ez nagyon-nagyon frankó dolog, amikor ezt sikerül kivédened. Na, ordibáljál. Te vagy a majom, te. Majom. Te vagy a majom, te majom. Mi legyen? Semmi, őrizik meg a hidegvérünket.
Rápergeti. Egy. Kettő. És ott van! És megint megcsinálom. Szaladjunk kifele, mert ordít. Talán most van az a... Most van? Ne bízzuk el magunkat. Egy. Kettő. Ó, ez több, mint amit gondoltam. Jóval többet támadott. Nem jó a francba. Ordíts egyet. Még mindig van egy tökünk. Érdekes volt, hogy eltaláltam úgy. Jaj, ne! És kajak egy ilyen támadással tudtál megszivatni. Most megy a tök használat, gyere! Elugrottunk. Fordít! Gyere! Nem. Nem jó a francba. Nem jól sikerült. Ordít. Várjál, valami történt. Hoppá, megakasztottam az ordítását a 0 HP-mon. De jó lenne, hogyha most élethetnék még egy utolsót. De jó volna, ha még egy lehetőségem volna. Most nagyon szépen állunk. Talán most. Nyomjad neki. 1, 2, 3. Védekezés. Ne ordíts. Jój, a 0 HP-m, hülye gyerek. Hú. Kifele. Gyere, ugorj be rám a hosszúval, gyere. Nem ezzel. Azaz. Hátra. Nincs hurikánem, nincs semmim. 2, 3, 4. Ne! Nem védte ki, pedig meg volt nyomva a Perry. Láttad, hogy mennyire kis semmi HP-ja volt? Hogy mennyire ott volt a... Az a nulla. 0,1 mm. De szép try volt. Benne volt az attack animációban szerintem. Lehet amúgy igen. Lehet sajnos, hogy az történt. Egy ütés volt már, csak egy. Meg a befejező. Na még egyszer. Gyere. 2. Erre rá kell nyomni egy antidote powdert. Nyilván akkor dobod meg te is, amikor nem kellene. Hey, de hiszen perisztem, hello! Még egyszer, bocsánat, még egyszer. Szándékosan ki akarok idegelni? Hát a játék ilyen, tudod? Tehát, hogy türelemmel kell hozzáállni, mert hogyha az ember elveszti azt, akkor inkább tegye félre, aztán próbálja újra legközelebb. Nepeltem egy jót, hát, amiről lemaradtál, az csak annyi, hogy igazából próbálkozunk, és az előbb már majdnem megvolt. Most, hogyha ha már van egy olyan try, hogy majdnem megvan, akkor onnantól kezdve az már megvan, az már a zsebedben van. Tudod, hogy mit kell veled csinálni. Gyere ki onnan. Ugrás. Nagyon szép, most kell bevinni annyit, hogy rosszul essen neki. Te az barni vagy csak... Mi helyzet, hogy vagy? Legközelebb, ha el fog feküdni. 1, 2. Hé! Hey! Miért nem védte ki? Távol vagyok, lehet, hogy leül a segére és megdob. Nem, inkább akciózik. De most fog leülni, amikor így körbe pördül, látod? Leül. Lehet, hogy tényleg beleszarik a tenyerébe, ahogy Candy mondja.
Nagyon jó. Hátra. Antidót, igen. És most védi ki, gyönyörű. Ellet nem is kellett, mehetünk. De miért nem védi ki? Hát de ez, kérem, ez hazugság. Hát meg van nyomva a gomba, Perry gomb. És megy tovább. Érkezik a fél HP-zás. Hamarosan. Meglepő, milyen ritkán veszik komolyan, amit írok. Amit mire gondolsz, ne haragudj. Kizás, mert háta mögött vagyok, mindenképpen bejön. És ilyenkor fel is száll. És nem sikerült beadnom. Sajna nem sikerült a védekezést, mert éppen még az animáció zajlott, amíg beveszed a kukit. Nem, nekem is rémlet, hogy csinál valami ilyet, csak nem gondoltam, hogy ez az a mozdulat, tudod. Hol ment a HP-m közben? Ez már kényszerű volt. Ezt nagyon elrontottam. Nagyon. Tudod, mit fogok csinálni? Az elején begyújtjuk megint. Akkor járunk a legjobban, szerintem, hogyha egy begyújtással megyünk ellene. Nem tűnt fel, hogy félrejek, akik bedobálják. Az, hogy az a kaki része, az tényleg nem tűnt fel. Vicca. Jó, és most menekülj, azaz. Egy pelletet elnyomok. Nem tudom, mennyi pelletem lehet még összesen, de így jó lesz. És hátra. És előre. Szép. Kettő. Három. Ez nem volt szép viszont itt már, ezt nem értettem, hogy miért van így. Ez jó volt ez a védés ide. Megyünk át a következő fázisba már is. Na hát, ez jó volt, oké, végtére is a blokk megtörtént. Most jön a killing combo. Mindjárt megyünk a next fázisba, a következő try-nál. Nem is cica, hanem majom? Grendáj. Hát ez bizony, egy majom. De nekem vannak macska lábaim, ha érdekel. Következő try-ban meg kell néznünk majd, hogy mennyi Spirit Emblemen maradt meg, mert lehet, hogy abból is azért használgatjuk egy újításokat. Itt kellene megpróbálni még az első szivatásnál begyújtani. Egyet. Nem adja be. Most adja be. Ez az. Ez nagyon tetszik neki, látod? És hármat benyomhatsz ebből. És 4, és 5, 6, és megy tovább, és el kell, hogy meneküljön, mert nagyon nagyokat kapott. Eddig ez a legjobb így, hogyha így indítjuk meg a fightot, viszont így cserébe használnunk is kell egy csomó mindent, amit annyira azért nem szeretnék elhasználgatni. A Spirit Emblem meg később még sokat fognak nekünk hozni. Hoppá, éppen támadásban voltam, bocsánat. És nem tudom, hogy a fára lehetett ott felhúzni magunkat, vagy a majomra. Annál mozdulatánál. Kaki? Mekkora darab szar. Ki a kecconkokén? Hogy vagy? Mi a helyzet? Egy. Kettő. Mehet tovább. És megy, nem hagyod abba. Ugrásból, gyönyörűen. Alakul, kettő, és elmenekül, megint, most harmad HP-nál van. Lehet, hogy elnyomok egy pelletet esetleg, erre nem, mert ez túl jó ahhoz, hogy kihagyjam, ez nagyon jó, és megy tovább vissza. Jába táncikál, le van szarva, nyomjuk a healing gourd helyett az a pelletet. Nézzük, nézzük, éledésünk van, gyönyörűen állunk, szépen nyugiban megyünk előre. Jába ugrasz, hiába szarakodsz. Tisztizel. És a ráugró támadás, amit hogyha kibédesz, akkor nagyon nagyot mehetsz. Harry, visszaladás, megvárás. Gyönyörű. Még egy támad... Ne menj ki! A francba kimentem.
pont most volt az a szám, amit elértünk, hogy a támadással egy kicsit staggeröljük őt. Ez az. Ez lesz a jó, és most nyomod be neki. Hoppá, de miért állt fel ilyen gyorsan? Tökre váltuk, hogy a Sekirot nyom, minden oké? Okay. Na, az nagyon jó. Hát én már nyomom egyébként egy ideje, már látod, itt vagyok a majomnál. Lemaradtatok egy csomó mindenről. Amúgy hard módban játszunk, képzeld el. És ez a ráugró lesz? Ez a ráugró... Most! Tehát ilyenkor lehet bele nyomni. Aztán megint megszívjuk, de nem baj, mert nyomtunk bele damagét. Most miért mész oda amúgy? Ja, kakálni kell neki. Jó volt a védés. Ilyenkor lehetne sebezni, hogyha egy kicsit közelebb jönne, ugye? Hey, hey, hey! Na ne hazudjunk, kérem! Ez kamu volt. Egy pellet bemegy. Hát de hiszen volt ugrás. Vagy legalábbis megnyomva biztos, hogy megvolt. Nem találtam el. Aha, jó. Hát igen, a posture damage ugye bejött. Közel vagyunk, ne kapkodjuk el. Ne szarjuk össze magunkat. Aszta. Hát pedig spammeltem a perit, de minek? Ez megint az a kombója, ugye az ugrós? Ja, csak nem vagyok előtte, ezért nem fejezi be. Hát megint sikerült összefosni az egészet. Hát hogy csak eddig tartott a türelmem. Kalpán csiklandozzuk egy kicsit. Láttam, hogy haltál, kevés idő volt, beindultak az egyetemi órák. Na! És mi a helyzet az egyetemen? Mondtad ugye, hogy tartani fogsz előadásokat, csak már nem emlékszem hirtelen, hogy milyen témában tartasz előadást. Jó, és akkor maradt 4 darab healing gurdunk, és egy élesztésünk is van most, ugye? És szeretem ezt a pelletet, tök jó százalékos HP-t állít vissza. Amúgy egy újítást lehet, hogy azzal kellene valahol elindítani. Na figyeljünk! 1 2 Fordít! Most kell okosan csinálni. Majdnem jó volt. Begyulladt. Fordít. Azt a mindenit. Most nem tudom, hogy ez a gyulladás, ez most valamit csinál vele. Valamennyi HP-t leszedi, úgy látom, de nem tűnik annyira szuper soknak. Hoppá, 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 hoppá. Biostatisztik adatelemzés, te király. Az biztos nagyszerű lehet. Biztos elég király vagy benne. Kifelé. Egy potit elhasznál. Tökéletesen kiszámoltuk. Szia Smiley, hogy vagy? Ez az! Na most lehet nyomni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ordit. 3 poti még mindig megvan. Ordít, nem, ez nem az ordítás, ez valami más, ez jó szar volt ez a védősorozat most sajnos. Kapja. De mennyire kapja? Annyira, hogy ordítson? Igen. A negyedik lesz a vészes. Ez jó volt. Ez az, és most mehet megint. Összeomlik ilyenkor. 4, 5, 6. Igen. Kijelünk, mert kiordítja magát. Még van egy éledésem is, ne felejtsük el. 1. Hey, hey, hey! Miért nem vette be a perit, amikor meg volt nyomva? Hello! Na jó, erre ráhílelek viszont akkor, ez hülyeség. Hát meg volt nyomva a gomb. Istenem, már megint jön a szar. Az induló szar. Nagyon jó. És folytatjuk, fél HP alatt van már. 4, 5, 6. És úgy tűnik, hogy hátrébb akar menni, de miért? Hogy ránk ugorhasson így ilyenkor.
3, 4-et, védeni kell a 4-et, ne felejtsd el a 4-et a francba. Három, négy. Jó. Rádborul. Gyönyörűen. Egy HP még mindig megvan. Ő neki már csak 2/3 HP-ja van. Annyi maradt. Folytatás. Gyönyörű. Ez is jó lesz a Perrynek. Ki kell jönni onnan ilyenkor, mert nem tudom ilyenkor mit művel, de elég durvinak tűnik. Fordít. Fáradt vagyok, de pár próbálkozást megnézek. Gyere, gyere. Lehet, hogy meg is jöttél a lefejezőre. Ki tudja. Ne. Bízzuk el magunkat, az a lényeg. És most, te rohadék, te. Gyerünk, 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 gyerünk. Pusztulj ki. 4, 5, 6. Ugrik. Jaj, de szépen kiugrottunk. 1. Hova mész? Mit csinálsz ott? Mit akarsz ebből kihozni? Fordítani akar. Hát, hogy elhasználom az utolsó potimat. Van még egy kettő shurikenem esetleg, ami fenntartaná a posture damage-et rajta. Hop, 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 hop. Nagyon szar helyen vagyok. Ajjajajajajajaj. Hát ennyi volt. 1, 2, 3, 4. Elhasználom azt a healinget. Jó, így jó lesz. Körbepörgő. A francba. Ó, nem baj, jó ez így. Nem sikerült a tornyozást kivédeni. Mióta gyűritek? Hát, mióta megy a stream? Kellemetlen, nincs HP-nk. Ne már, hogy most már megint ott tartunk, hogy a Perryt ilyenkor nem veszi be. 2,5 órája kb? Ja, körülbelül igen. Igen, ez az eddigi legnehezebb bosszunk, úgyhogy lassan 3 órája. Ja, már éhes is vagyok, úgyhogy majd fogunk tartani egy szünetet, de most már amíg meg nem verem, addig itt vagyunk vele. Most már muszáj leszek. Nehéz, de legalább megtanultunk küzdeni ellene. Ez később majd még nagyon fontos lesz. 2. Jó volt, szar volt, 1. Megint szar volt, ilyenkor már nyeled. Ez nagyon kellemetlen indítás. Úgyhogy jobban jártam volna, hogyha begyújtottuk volna az elején. Itt lehet, hogy nem is adott olyan szituáció, ami... Ugye, koncentrálj. Ez jó volt. Szép Perry. Gyönyörű. Mindjárt megnyeli, ott is van, tudtam én, hogy jön az 1/3 HP-zás. Jönnie kellett. Kellett használat. Talán még tudok javítani rajta. Puki. Nem pukizott, érdekes. Nagyon jó. Hetet támadsz, pukizik. Visszaladsz. Takidobás. Igen, a poison, antidote powder be kell, hogy nyomj. Jó. Poison rajta van még? Te... Miért van rajtam a poison? Antidote powdert nem vetted be? Na most már bevette. Jó volt a védés, mehet tovább. Párhuzamos dimenzióban a Guardian Ape streamel és engem farmol közben? Az ugrás az nem segített itt most. Jézusom. Nekiestél a Sekirónak és levertél egy miniboss? Gratulálok. Kajakra hallod? Képes melee range-ből elhasználni.
ez a start right, tehát ezen látszik, hogy itt a gusztustalan dolgait húzza elő. Az RNG Jesus majd a következőben szerintem segíteni fog nekünk, mert ez tényleg nem szokott ilyet csinálni, hogy a felugrósat nyomja, tudod, amelyik a végén megölel magához, és aztán ráhúz a péniszre, mint a Maci az Elden Ringben. Na lássuk, mi lesz még. Gyújtással kellene kezdeni. Nem gyulladtam úgy meg. Na most gyulladt meg, azért. Tudtam én, hogy valami turpisság lesz ebből. Jába pukisztál, már nem voltam ott rég. Ugrásos támadás. Szia Rékarók, a kitartást a hétfői őrülethez neked. Remélem, hogy semmi komoly nem lesz holnap majd. Na mi lesz? Mit csinálsz? Pukizol? Aha. És lehet nyomni neki. Ugrásból. Nagyon jól. És kell hátrébb jönni egy kicsit, mert szerintem pellet használt következik. És egy kakigalacsin kivédve. És mehet neki. 3, 4. Jó, és elszalad. Fél HP alatt van. Szia Lilian, nem há, hogy vagy, mi a helyzet? Azt most kajakra meg tudtad csinálni? Jézusom. Ne, healj, te hülye. Ó, Istenem, Sekiro. Igen, kellemetlenül jött ez most ki. Nem tudok rébb menni, de hogy nem. Egy healing tök elhasznál. Jól indultunk, aztán szar lett a vége. Ez a ránk ugrója. Aha, csak levette a posture. Senki nem is látja most, hogy hol van. Ő is elvesztett engem, én is őt. Halál közeli állapotban. Egy poti bemegy. Nézem, mekkora mi az? Hát ez a pokol szülöttje. Guardian nép, ami valamit őriz. Lehet, hogy olyan Mortal Blade-nek az őrzője amúgy. Miért nem nyomtam most tovább? Szerintem ő őrzi a Mortal Blade-et egyébként, nem? Hallod? Nem az a penge, ami bele van döf... Dehogy nem. Jó. Két és fél óra alatt leesett, hogy mi a szar ellen küzdök. Ott van benne a penge, amit el kéne vinni. El kell venni tőle. Kicsit kaptuk. Szia Tomi, hogy vagy, Mizu? Átmenjünk a second phase-be, ott már egy kicsit talán könnyebb vele, mint itt az elsőnél. Ez igen meglepő és gusztustalan dolgokat képes így csinálni, úgy veszem ki. Nem akarod? Dehogy nem, meg akarod. Meg akarod csicskulni, hát persze, hogy meg akarsz csicskulni. Ott is van. Még egy kicsi HP-je van, 3 potival és 0 éledése a next phase-be. Körbe megy, 1-2, ott van. Jó, hát a HP-nk az megvan. Felletünk talán van 2-3 poti, éledés pedig nem jött. Tehát most, hogyha meghalunk, akkor nem lesz meg. Akkor hagyjál a fejét, a kedves. Most nézd, ott lett levágva. A benne lévő pengét, azt, ami így néz ki, kicsit ki van csorbulva azért itt ott, ez biztos nem ártana újra kovácsolni. A benne lévő pengével vágtuk le a fejét. Ordítással indít. Ez nem tudom, hogy jót jelente vagy sem. Ordít. Nem te hisz is, gyerek? Mert egy majom azért. 3. Majdnem jó volt, csak nem jó helyre tette le, de nem baj. Valami elindult. Fordít. Tök használat. Pellet használat még nem. Ott tököt tartjuk bent. Kis HP leszedések. Azta.
Hey! Hát ez meg hogy a francba történt? Elet is kell. Fordítás. Egy tök és egy pellet, nagyon kevés erre. Verni sem árt néha, de miért nem védekezel ilyenkor? Tökre nem értem, hát nyomva van a gomb és nem csinálja meg. Mi lehet itt a titka ennek? Ilyenkor neki ez most rossz. Amint hogyha most bekapott volna elég damagét. Egy, kettő. Három, négy. Öt. És rossz helyen állok már megint, pedig ezzel kellett volna megcsicskítanunk. Megint ez lett volna, ami beadjanak. Rossz helyen álltam, ugye? És aha, jó, értem, nem elnyomta fölöttünk. Minden szempontból szar helyen álltunk. Hát újra és újra, ameddig meg nem lesz. Ebben a hard módban ez az én első végigjátszásom Lady Butterfly-a, úgy érzem. Tehát, hogy ő az, akivel a legtöbbet küzdöttünk abban a végigjátszásban talán. Hát most itt a majommal fogunk. Eddig jó. Most elveszített talán, ez az. Nyomjuk neki. Ó, pont jól jött ki. Nagyon kapja. És ott van az 1/3 HP-zás. Ez most szuper agresszívan indult, de nagyon jól jött ki a lépés vele. Most rá is tudod magad szívni. Teljes dominanciát mutatunk vele szemben. Nem is talál el? Mi van vele? De jó peri volt ott. Random. Gyere, most már leszarjálod, de beszar, jó. Kaptunk egy kakigalacsint, de már jobban vagyunk. Nyomod tovább, fél HP alá teszed. Szia Varvajk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is velünk, és köszönöm az előfizetésedet is. Remélem, hogy a jó időd lesz a túrára, és esőmentes napokat sikerül majd ehhez kiválasztanod. Ez lesz az a nagyon jó szituáció. Ez volt az első, hogy megütött minket most. Nyomod neki. Megint el fog sétálni. Ez a harmadik ilyen fázisunk volt most vele. Most fogom begyújtani egyszer. Begyújtam kétszer. Imádja. Most lehet hardcore-ban tolni rá nagy damage-et. És még egyszer. És még egyszer. És nyomod neki, utálja ezt, gyűlöli, hát nem csodálom, hát én is. És már benne vagyok már 3 órája, ott van a levágás, nagyon szép, halott, fullos potink is megvan. Van 2 éledésünk, amiből egyet tudunk elhasználni, most kell rohadt okosnak lenni, nem szabad fukarkodni a healinggel, be is kell majd valahogy gyújtanunk. Talán elérkeztünk 3 óránál oda, hogy levágjuk, de azért ne ígyunk még előre, a pelletek is megvannak fullban. Ez a try annyira jó volt, amennyire egy try jó lehet. Fordítással indít. Gondolom azért, mert ilyenkor verdestük a lábszárát, ugye? Érdekes módon egyébként kapott damage-ot abból. 2 égetés bele is teszünk, bár itt úgy látom, hogy nem sokat számít neki. Fordít. Oké, gyönyörű. Ez a lángolás az elején szerintem sokat segít. És 3, 4-re peri. Gyönyörű. 4. Vigyázz. Jó. Ki kell szaladnunk. Vigyázzunk kell most vele, mert egy healinget el kell, hogy használjak. Nem tudom, hogy meddig jön. Ez most jó, hogyha ezt nem, ez nem volt jó egyáltalán. Ilyen mocskos messzire ért el, láttad? Az abszolút meglepetés. Ordít. Abszolút meglepetésekben voltam, hogy mi a fel... Megint ordítasz? Miért ordít most ennyit? Gyere.
Vagy hogy nem lehet most ilyenkor kivédeni és megszivatni? Holy shit, holy shit. De bizony, hogy fáj most neki. Hát egy kicsit ez most nekem is fájt. Most öregen. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Jó, szar volt. Fordít. Eddig még nem csináltunk semmi értelmeset. Talán még egy pelletet bevihetnék. Most már érdemes lenne megvárni, hogy mi lesz ebből a mozdulatsorból. Aha. Kis hisztizések. Kifele. Pellet még behozza. Öt poti és egy éledés, ebből élünk. Egyet rágyújtok. Aki ilyenkor nem hiszem, hogy sokat verne. Há, 3, 4, 5. 1, 2. Szar volt, nem szabad ilyenkor támadnod. Indokolt. A healing használat. Hogy a francba van, hogy nem tud eltalálni? Mert az, hogy nem tudott eltalálni, és akkor nem tudsz rá perrizni. Ott állsz a lábai között, perrizni legyed, de nem talál el, így nem tudod megcsinálni neki azt a támadást, ami utána ugye hihetetlen mennyiségű HP-t tépne le róla. Miért nem talál el? Rossz helyen állok hozzá. Egy. Kettő. Na végre, hát erre vártunk oly régóta, gyerünk. Három. Négy. Öt. Hat. Kiszalad. De rohadt nehezen akarta beadni, nem? Egy, kettő, három. Nem, nem jó helyre csap oda. Nem jó helyre csapja. Ordít. Alakulunk nagyon szépen. Fél HP-ja van. Ide, odajövünk mellé, már be is adjuk neki a csicskítót, kettőt, hátrébb megy. Gyere, gyere. Ugrásból, a szép ugrás volt. Egy. Kettő. Egy, kettő. Három. Négy. A francba, hogy megint mellé veredte. Mindegy, le van szarva, jó ez. Fordít. Még van egy éledésem, ha bármi volna. Ennek a trájnak kell annak lennie. Mindig, amikor ezt kimondom, akkor fennáll a veszély, hogy nem lesz meg. Gyönyörű volt eddig. Eri. Most. Gyönyörű, haver! És most. És nyomod. 4, 5, 6. Hoppá. Hú, sokat kapott. Rosszul van. Valaki segítsen. Ordít. Jézusom. Erre elhasználok egy tököter. Hát ez nagyon jó. Gyere. Jó, ugrással védtük. Ott van. A csicskapofon. Négy. Már nem is merek előre menni, de most megyek. Muszáj tökölnem egy nagyot. Jó, ott van. Egy. De jó, hogy ott oldalra nem ordított. Nem olyan volt, mint hogyha ott a le lennénk védve valahogy. Nem értettem miért. Gurj már rám. Azt se tudja, hogy hol vagyok. Pedig a kezében van a feje. Egy. Kettő, három, négy, öt, és nem adja be, nem baj, le van szarva. Fordítozás. Mit szóltok ehhez? Jól néz ki a dolog? Esélyes? Hogy látjátok ti? Ilyen csapások mellett, ilyen őrületes, irdatlan csapások mellett. Fordít. Ugorj rám, te szar, gyere! Ott van! És meg vagyunk vele! Áll a jó Isten! De miért nem támadod most? Támad már, Sekiro, mi a szar van vele? Hát miért nem támad, te láttad? Mit csinál? Mi a fenét csinál? Van ilyen? Hát még jó, hogy van egy éledésem, gyerekek! Képes lett volna és összeszivat minket még onnan is? Na menjél kifele, hülye gyerek! Fokoztam a feszkót, csak így van. Na gyere ki onnan belőle.
Ideje volt már. Elméletileg valahol elhagyta azt a pengét ugye itt a környéken. Meg is van a Guardian ép és a Slender Finger. Az micsoda? Ez valami fiatal nőnek az ujja, shinobi protézis csinálhatsz belőle. Aha. Ja, ezzel tudsz füttyögni, ugye? És azzal megőríted ezeket a vadállatokat. Érdekes. Nézzük csak, nem dobott itt el valami pengét? Ja, az egy prosztetik volt. Én azt hittem, hogy itt el kellett dobnia a pengét, vagy ott van valahol, csak nem látom. Na, jó, hogy a szünetre sikerült ezt elérnünk. Ezzel lehet szivatni a Demon of Hatred-et. Na, azt majd fogjuk is, az biztos lehet benne. Megszereztük a legendás ujjazót, nem is ez a fontos, hanem az Attack Power-nek a feltolása a Guardian ép emlékén keresztül. Most már egy kicsit erősebbeket fogunk odaverni, ideje lepihenni is. Nézzük, mennyi ilyen Spirit Emblemen maradt amúgy. 202, amúgy az eléggé sok szerintem, az nagyszerű. És itt volna bent, ugye? Amire szükségünk van talán? Igen. Ezt ugye felvehetem. Nem a Mortal Blade volt benne? Akkor rosszul emlékeztem rá. Ez a palota lótusza. Ez kell a Fountainhead Water. Gondolom ehhez tartozik az az aroma, ugye? Ami a női majmokat ide csalja. Ezért vigyázott annyira rá a Guardian ép, az őrző majom, hogy felajánlhassa azt majd a mennyasszonyának. Aha, és ez kell pontosan Lord Kúrónak is. Hát a majomnak is ez volt a neve, csak... vagy szerette volna, hogyha ezen a néven futhatott volna tovább. Sajnos elvettük ezt a szép virágot tőle. Direkt így csináltam, hogy a szünetre legyen meg. Persze, mert nem szabad ugye, hát figyelembe kell venni itt a közelgő játékokat, a megjelenéseket, mennyi időnk van, melyik játékra, meg minden. Elfogynak a játékok, érted? Ki kell húzni őket szépen. Itt kilakik. De be lehetett volna jönni úszva. Mi is figyeltük ezt a részét az arénának, mindig bentebb mászkáltunk. Na, hát ez egy eredményes epizód eddig, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Hamarosan, tehát a szünet után én azt mondom, hogy menjünk még tovább vele, de rátok bízom, jó? Szavazást fogunk csinálni. Until Dawn és Silent Hill 2 Remake Remaster most jelent meg. A Silent Hill 2 ebből érdekes, az Until Dawn az már annyira nem. No, nézzük. Mi a következő hely? Szerintem nem ártana a Sunken Valley-be visszamenni esetleg a Riven Cave-hez, mert lehet, hogy a Bodhisattva Valley-ben, a völgyben találhatnánk még lootot. Ott csak végig szaladtunk, és a végén felvettük ugye ezt a nyugi pontot itt a majomnál. Vagy itt voltunk, és innen ugrottunk le a majomhoz. Hát minden esetre én szerintem itt még vannak eldugva dolgok, amiket nem vettünk fel. No, nagyon szépen köszönöm, hogy eddig velem tartottatok, hogyha már nem mennénk ma este ezzel a játékkal tovább, akkor köszönöm a kedves vodnézőknek, hogy megnézték ezt, és nyomjatok léci egy tetsziket, vagy egy feliratkozást a VOD csatornára, hogyha pedig valaki szeretné támogatni, hogy itt lehessünk minden este, van arra is lehetőség a VOD-ok leírásában található információkon keresztül. Hamarosan folytatjuk, tehát addig ne menjetek szuper messzire. Egy pillanat.